Ez itt a halottnak a kócs, a Bán Andrása. Garantált világ megváltás kb. egy órában. Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! Szolgálati közleménnyel kezdünk. A garantált világ megváltás több helyen is elérhető. Látogassd meg a halottnak a kócs.blog honlapot. Itt az adásnaplón kívül más érdekes bejegyzéseket is olvashatsz, és feliratkozhatsz a hírlevelemre amennyiben szeretnél egyéni tanácsadásra jelentkezni hozzám, vagy valamelyik csoportomhoz csatlakozni, esetleg meghívni a cégethez workshopot, vagy érzékenyítő beszédet tartani, akkor a részletekért látogass el a bánandrás.hu weboldalra. Csatlakozz az online támogató közösségünkhöz a Facebookon, keresd a Halottnak a Coach Podcast közösség csoportot, és ne felejts el bekövetni az Instagramon. A munkámat támogathatod havi egy kávé árával a Patreonon. Az összes említett hivatkozást megtalálod az adásnaplóban. Most pedig indul a mai epizód, fogadjátok szeretettel! Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! A mai vendégem Kis aki még 2019 nyarának végén jelentkezett hozzám coachingra. Akkoriban csak a segítői karrierem elején jártam, és az önbizalmam még nem volt mindig a helyén, ezért, amikor megtudtam, hogy ő Budapest egyik legjobb magánklinikájának az üzlet és szervezetfejlesztési, meg kommunikációs igazgatója, akkor egy picit megilletődtem. Ráadásul az első konzultáción elmesélte nekem, hogy korábban már járt kócshoz, és nagyon rossz élménye volt. Szeretem a kihívásokat, megtettem minden tőlem telhetőt, hogy segítsek neki kijönni a gödörből. Sok kliensemmel 8-10 alkalom után elérjük a közös munkánkkal kapcsolatosan kitűzött célokat, és elválnak az útjaink. De Anikóval máshogyan alakult. Máshogyan alakult ez a kapcsolat, ami, ami számomra nagyon különleges és emlékezetes együttműködés volt, mert hosszú ideig kísértem őt a változás útján, és, és elmondhatom, hogy én is sokat fejlődtem abban a majd másfél évben, amíg a kliensem volt. Fél évvel a közös munkánk befejezése után ülök most itt vele Budapesten a Brocasters Podcast stúdiójában. Köszönöm, Anikó, hogy elfogadtad a meghívásomat, és megosztod velünk a történeted. Üdvözöllek az adásban, szia! Szia, és köszöntöm a hallgatókat! Kérlek, mesélj magadról, mutatkozz be! 40 éves vagyok, van egy nagyon boldog, házasságom, két gyermekem, egy kislányom és egy kisfiam. Kommunikációs szakot végeztem, az volt az én alapképzésem az egyetemen. Utána elvégeztem az MBA-t, és rá pár évre, amikor a majával várandós lettem, akkor jelentkeztem az LT-re, PHD-re. Akkor még nem volt a kommunikáció szaknak doktori szintje, úgyhogy egy úgynevezett interdisziplináris doktori képzésbe, amit nem fejeztem be, vagy hát inkább úgy mondom, hogy még a diszertációmat nem értem meg, de hát ki tudja, lehet, hogy egyszer meg fogom írni, de ez mondjuk most már azért egy tíz éve volt. Két munkahelyem volt eddig, és két kiégésem, mi a másodiknál találkoztunk, igen? És mi a másodiknál találkoztunk, igen. És valójában úgy ö, kerestelek meg, hogy már készültem a harmadikra, és készültem arra, hogy hogyan, hogyan kéne elkerülni egy harmadik kiégést. Amikor mondod, hogy készültem a harmadikra, akkor így gondoltam, hogy poénból megkérdezem, hogy a harmadik kiégésre készültem, <laughs> vagy a harmadik munkahelyedre. <laughs> igen. Hát, hogy mondjam, ez jó, jó poén, de azért nem járunk messze az igazságtól, hogy valójában még, még, még talán most se tudom elképzelni, hogy hogy lehet úgy mindent beleadni, és nagyon jól dolgozni, és megvalósítani magam a munkámba, hogy ez ne kiégéshez. Én azt gondolom, hogy... Ennek a, 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 ezen az úton járok most. Um, igazából együtt indultunk el, um, és azért nem nagyon tudtam még úgy megfogalmazni sem azt, hogy, uh, hogy mi az, amit szeretnék. Azt tudtam, hogy készülök egy váltásra, és, uh, és ez a váltás uh, borzalmasan nehéz, és nem értek semmit, hogy miért. Most arról az időszakról beszélsz, amikor mi találkoztunk, igen, ugye? Igen, igen, Aha. igen, abszolút. Hogy ugye neked volt két állásod, addig uh -huh. mind a kétszer alkalmazott voltál magas uh, rangon, tehát magas pozícióban, de hogy te a harmadik állásra úgy készültél, hogy ez egy saját vállalkozás lesz. Így van. Ugye? Így van, így van, és hát a kettőnek azért van egy... Két éves um, ölelkezési időszaka, tehát ebből a, a vállalkozás indításának az első, um, az indítása, illetve az első két évet, azt úgy csináltam meg, hogy a második munkahelyemen um, felsővezetői pozícióban dolgoztam, havi 200 órát körülbelül. Tehát, hogy aki most kíváncsi a kiégés receptjére, akkor ez egy nagyon jó hozzávaló, hogy 200 órát dolgozunk felsővezetőként. Két gyerek anyukája vagyunk, Igen. és mellette saját vállalkozást indítunk. Igen. Ah. És nincs babysitterünk és házvezetőnünk, úgyhogy um, um, ezt így. Igen, igen. És most nem kell a férjedről infokat átadni, de azért tudjuk, hogy ő is egy nagyon elfoglalt ember. Így van, És így van. sikeresnek is mondható. És hát az első munkahelyemen ismertem meg őt. Mi voltunk azok, akik mindig a, az éjszaka, amikor elhagytuk a munkahelyünket, lekapcsoltuk a villanyt. Hát ő meg én voltunk az utolsók, akik elhagyták az irodát. Más egy cégnél, egy cégcsoportnál dolgoztunk, de más területen. És e, mi így ismertük meg egymást, úgyhogy igazából sosem, sosem problémáztunk azon, sosem bántottuk egymást azért, amilyen, mert valójában így ismertük meg egymást. Mm. E, úgyhogy igen. Mondod, hogy a második kiegésed kerüls közepén voltam, amikor mi találkoztunk, amikor megkerestél engem, hogy meséld el részletesebben, hogy milyen kihívásokkal küzdöttél akkor. Kezdeném onnan, hogy, mert ezért ez egy elég összetett kérdés, elég sok mindent tudnék rámondani, de leginkább a, a, az egyik legfontosabb kihívás az volt, hogy megértsen magamat. Én nagyon rossz paszban voltam akkor már fizikailag, egészségileg, mondhatom, hogy mentálisan rettentő kimerült voltam. Ezt, olyan, tehát, hogy ezt úgy képzeljétek el, hogy hogy minden áldott reggel úgy keltem fel, hogy azt éreztem, hogy ezt a napot nem tudom megcsinálni. Tehát ránéztem a naptáramra, elvittem a maját az iskolába, elvittem a Dénest az óvodába, és, és azt éreztem, hogy kész, nem, nem, nem tudok bemenni, nem tudok bemenni dolgozni, mert tudtam, hogy tizenkét míténgen vár a hangon volt olyan, amikor 26, azt hiszem az volt a csúcs, Mondjuk az egy 24 órás napban, hogy fér bele, ugye felmerül Igen. a kérdés? Igen. És, és egyszerűen azt éreztem, hogy, hogy nem bírom pörgetni a telefonomban a naptáramat, mert olyan hosszú. És akkor elindultam be a munkájában, ez mindig egy ilyen nagyon, nagyon szemléletes váltás volt ebből a tudatállapotból, hogy elindultam föl a. a a munkahelyemre, egy ilyen emelkedő, kanyargós szerpentin úton kell felvezetni, körülbelül 6-8 perc az út, tehát nem, nem egy hosszú időről van szó. És mindig beleaktam valami olyan zenét, ami, ami felpörget, valahogy úgy képzeld el, mint a box meccs előtt a, 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 boxolónak, amikor van egy ilyen um, um zenéje. Ezek mindig vagy stream Theater, vagy, vagy valami nagyon kemény, zúzó zene volt. E, és, és, akkor így valahogy így ráálltam. És amikor így megérkeztem a parkolóba, akkor jellemzően ott elszoktam, vagy elkezdtem érezni e, azt, hogy így az adrenalin szintem így elkezd emelkedni hogy elkezdek ilyen nagyon energikus lenni, nagyon enervált állapotból, egy nagyon energikus állapotba kerülni, és, és módladarálom a napot de úgy, hogy nagyon nem vagyok tudatomnál, hanem, hanem egész egyszerűen megyek meetingről. Meetingre voltak ilyen technikáim, hogy ezért tizen, és nagyon különböző területeken dolgoztam. Tehát én úgy érkeztem oda, hogy a szervezetfejlesztés volt az egyik feladatom, amellett, hogy a kommunikációt újra kellett építeni, de a kommunikáció volt a pihenőm. A, szervezetfejlesztés volt az, ami a, a, a nagy, az oroszlán része volt ennek az egész történetnek. És, és hát azért egy olyan feladattal, egy olyan állapotban, egy olyan fázisánál érkeztem meg a klinikára, hogy pici családi vállalkozási szintű klinikából éven, évről évre nagyon sokat nőttek és nagyon sokat fejlődtek. És amikor én megérkeztem, nem volt ismeretlen számomra a klinika, mert korábban én voltam a kommunikációs tanácsadójuk. És nem, nem volt egyáltalán ismeretlen számomra az egész, az egész terület. Nagyon nehezen hagytam ott az első munkahelyemet is, pedig az, az, az nagyon vége volt már akkor. De nehezen váltottam, nehezen hagytam el de mégis egy, egy, egy olyan váltás volt, hogy nem teljesen ismeretlen közegbe kerültem, hanem alapvetően egy ismerős közegbe. És akkor érkeztem meg, amikor a vállalat a nagy ugrás előtt volt, viszont már kellően az, hogy nem volt megszervezve ott a munka nem volt az emberek nagy ré... azzal indítottam, hogy három hónapig beszélgettem az emberekkel ilyen mély interjú formájában, a nagy részük nem tudta, hogy mit csinál, és ki a főnöke, tehát hogy ilyen, ilyen állapotból induljunk ki. Egy biztos, hogy azt, ami a napi problémája, azért mindig a másik a hibás, tehát hogy ezt, ezt tudjuk. Úgyhogy egy káosz kellős közepére érkeztem meg, azzal a feladattal, hogy úgy növekedni, hogy szervezetté kell tenni a klinikát, mert ebben nagyon hiszek, ezt nagyon így gondolom, hogy a növekedéshez igazán akkor jó, hogyha ezt jól szervezetten tesszük. Tehát ez akkor lesz hatékony, ez a növekedés, akkor lesz kevésbé fájdalmas, és akkor tudjuk megőrizni egyébként azokat az értékeket, amik elvittek minket a növekedési pontba, hogyha ezt szervezetten tesszük, tudatosan egy, egy stratégia mentén. És hát erre, érkeztem, erre a feladatra érkeztem én meg, ami hosszasan tudnám sorolni azt, hogy, hogy milyen nehézségek voltak ebben a munkában, de leginkább azzal tudnám ezt szemléltetni, mert nem szeretnék ebben nagyon-nagyon sokat beszélni, hogy a klinikának a tulajdonosai orvosok akik, akiket én végtelenül tisztelek, borzasztó módon felnézek rájuk, és nagyon alapvetően nagyon érzékeny vagyok az egészségügyi dolgozók irányában, én nagyon nagy tisztelőjük vagyok. Nem csak az orvosoknak, hanem valamennyi egészségügyi dolgozónak. Ezt, ez borzasztó fontos kiemelni, mert nagyon kevesen látják azt, hogy mit dolgozik egy nővér, de akár egy, egy, egy laboros ez, ez, ez félelmetes, amit csinálnak, tényleg. Mindegyiküket nagyon-nagyon tisztelem. És megérkeztem úgy, hogy ők irányították egy cégvezető, egy intézményvezetővel, aki nem orvos a klinikát, úgy, ahogy nekik orvosként ez megfelelő és tetszik. Ami... Hát azért egy idő után az a helyzet, hogy, hogy ebből azért ki kell lépni ebből a körből, és hát sajnos az egy, az, egy, az egy nehéz pont, amikor el kell mondani azt a tulajdonosnak, hogy attól, mert a tiéd, attól még nem te tudod a legjobban vezetni. Nem, attól még nem tudod vezetni, mert nem, nem ez a foglalkozásod. Tehát ez, ez, ez egy foglalkozás, ez egy szakma, ugyanúgy. Bocsánat, itt, itt hogy a csak Lászán. ez egy annyira sűrűn visszatérő téma a klienseim között, hogy elmennek még egy családi vállalkozásba, ami a nulláról nagyon nagy, nagyon szép vállalkozással fejlődik, de egy ponton túl, ami odáig eljutatta őket, már nem jutatja el őket tovább. És hogy ez egy rettenetesen nehéz pont minden cég életében, amikor ezt föl kell ismerni, hogy Azért, mert én jó, nem tudom, orvos vagyok, vagy jó esztergályos vagyok, én nem biztos, hogy egy esztergályos gyárat már jól tudok üzemeltetni. Tehát, hogy az két teljesen különböző dolog. Mindig a maradónával szoktam például az hogy nagyon jó fotbalista volt, de edzőnek szörnyű. Uh -huh. Tehát, hogy ennek a kettőnek nem nagyon van egymáshoz köze. És akkor ezek szerint a te esetedben is ez volt a tapasztalat. Abszolút. Abszolút így van, de hozzá... Tehát, hogyha hasonlatnál maradunk itt azért egyszerre fociztak és edzőként is tevékenyek hmm. voltak. Játékos edző, ezt úgy Én, igen, igen. Hát szóval, hogy olyan orvosokról beszélünk, akik, akik a klinikának a vezető orvosai, és, és szenzációs szakemberek. Tehát van, tényleg fantasztikus szakemberek. Um, de attól még, hogy az övéké a cég, a, attól ők ehhez nem értenek, és ez egy, ez egy nagyon kényes pont volt, amikor, amikor, ezt, ezt el kellett mondani. De tényleg nem azért hívtak be, mert már eleve tudták, hogy ők nem értenek ez, és a növekedéshez szükség van egy jó struktúrára, egy jó szervezetre. De ez így van. Csak ez mindaddig jó, amíg az ember a saját bőrén nem érzi. Aha. Tehát egy szervezeti változás, és ez a legnehezebb a, felsővezetőknek felső vezetőknek és a tulajdonosoknak, amikor van egy ilyen változás, akkor azt gondolják, hogy ez a változás ő értük van. És nem ő értük van, hanem a cégért, és itt sajnos szétválik az ember és a cég. Tehát amikor fölhív egy tulajdonos, figyelj nekem, ez nagyon-nagyon fontos, neked fontos, hogy a cégnek fontos? És ez néha, sőt gyakran, konfliktusba kerül egymás. Uh -huh. És hogyha ez konfliktusba kerül, akkor ugye az egy nehéz pillanat, mert azt kell mondani, hogy az én dolgom a cégnek a képviselete, nem pedig a tulajdonosoknak a, a mindennapi igényeinek a szolgálása. Tehát, hogy mivel teszel jót. Um, és ezt nagyon nehéz megértetni. Hol, hol, húznád meg a határt? Tehát, hogy mikor van az, amikor elválik az, hogy mi a jó a tulajdonosnak, és mi a jó a cégnek? Mert a tulajdonos gondolom abban él, hogy hát ami jó nekem, az jó a cégnek. De hogy hol Pontusan. van, a, hol van az a, elválasztó vonal? Az elválasztó vonal az ott van, amikor a saját szemüvegén nézi a céget. Tehát ez egy nagyon gyakori hiba volt. Ez egy nagyon gyakori, aki ott van a, a cégnek, a, a saját cégének a, az életében, és egy bizonyos területen, egy részterületen dolgozik, azt gondolja, hogy mivel övé a cég, és tudja az éves stratégiát, mert nyilván elfogadják a tulajdonosok, át is beszéljük, tehát hogy ennek van azért egy, egy folyamata, Uh, és amikor ő, ő benne van a mindennapi munkavégzésben, amikor ennek az egész nagy üzemnek uh, a, egy bizonyos területén uh, dolgozik, és azon keresztül néz rá a cégére, akkor, akkor azt gondolja, hogy mindent tud, és nem. Tehát a nagy, nagy uh, uh, pillanat, és a legtöbb konfliktus ez egyébként ebből adódik, hogy, hogy azt elmondani, hogy nincs igaza, mert ha honnan ő nézi, onnan nem látja a teljes képet. És ö, meg azt gondolja, hogy én nem látom a teljes képet. Tehát, hogy ez ö, mm -hmm. nem úgy látom a dolgokat, ahogy, ahogy mondjuk ő látja a dolgokat, ö, és, ez, és ez tud ö, tud feszültséget ö, okozni. Ö, az is egy nagyon... Ö, tehát ez is egy nagyon kritikus pontja volt ennek az időszaknak, amikor, amikor, amikor én megérkeztem, hogy eleven egy nehéz feladatra érkeztem. És kiégve érkeztél, nem? És kiégve érkeztem. Mit gondoltál, mi volt a te elvárásod magaddal szemben, meg ezzel a helyzettel szemben? Um, nagyon jó, hogy, hogy ezt felhoztad, mert egy picit ugrok az időben. A, a, nagyon nehezen értettem meg ezt az alkotói szabadságot. Iszonyú nehezen. Amit én nagyon próbáltam neked mondani. Amit én nagyon próbáltál nekem elmagyarázni, és én nagyon nagyon megpróbáltam megérteni, de valójában ezt én nagyon nehezen tudtam a helyére tenni, és, és azért erről majd beszéljünk, hogy végül sikerült azért helyére tenni, de, de leginkább azért nem sikerült a helyére tenni, mert én ott akkor tartottam egy-két két hetes, Kéthetes Két hetes szabatikát, igen. Um, ami. Um, ami úgy éreztem, hogy, hogy. Tehát az első munkahelyemet uh, úgy um, engedtem el, hogy azért arra is már nagyon sok hónapja készültem, és azt magamtól el tudtam engedni már uh, nagyon nehezen, de, de magamtól el tudtam engedni, és amikor elengedtem, akkor, akkor, akkor az, egy, az egy tiszta vágás volt. Tehát az, az kész az ennyi. Spoiler alert, a másodikat nem így engedted el. Így van. A, a másodikat nem így Tehát meggettem. úgy érezted, hogy akkor ez most le van zárva, kész, az kész első figyel. állás, kész Égy vagy, van. hiába vagyok kiégve, két hetet pihenek, és Égy akkor van. úgy mentél oda, hogy na most akkor Égy teljes van. erővel neki megyek? Vagy van. mi volt a elképzelés? Ugye nekem egyrészt a, 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 a szakmám a kommunikáció, másrészt pedig a szervezet és az első munkahelyemen egy, ez egy PR ügynökség volt ami egyébként nagyon-nagyon szerettem és kicsit előreugorva az időben a, jelenleg a cégemnek a PR ügynökségéről van szó, tehát ennyire em, ennyire szerettem és, és nagyon örülök, hogy ismét együtt tudunk dolgozni viszont ott ugye nagyon sok tehát egy PR ügynökség az úgy működik hogy nagyon sok ügyfeled van Öm, rengeteg öm, öm, különböző projekttel kell dolgozni, soha nem tudod, hogy milyen napod lesz, tehát nem tudsz igazán tervezni, bemész és így végighajtod az egész napot úgy, hogy, hogy nagyon sok területen, és nálam rá, ráadásul az ilyen nagyon zúzós projektek landoltak mindig, ami ilyen válság, válság kommunikáció, mert viszonylag a habitusomból adódóan tudok öm, Nyugodt és higgadt lenni nagyon éles helyzetekben, és valamiért ezek találtak meg. Hát azért valószínűleg azért is ezek találtak meg, mert ezek jelentették nekem a kihívást. Tehát, hogy, én, a kép, tehát, hogy nekem az mindig egy izgalmas pont volt, hogy milyen ügyfelet kapok, mert ha olyan, akivel nem, nem tudok rá felpörögni, vagy nem tudom azt érezni, hogy itt most akkor meg kell menteni a világot, és itt valami nagyon nagy dolgot kell csinálni, akkor ezt, ezt sajnos nem tudom csinálni. Viszont, viszont az egész nap az olyan, hogy azt kell elhitetni az ügyfeleddel, hogy neked ő a legfontosabb. És nagyon szerettek engem, a, engem az ügyfelek, viszont én, és én nagyon sokat tettem értük, tényleg nagyon, nagyon sokat dolgoztam. Nagyon fontos volt, hogy mindegyik jól menjen, viszont egyikükhöz sem kötöttem igazán. És nagyon hamar rájöttem arra, hogy amit ugye úgy fogalmaztunk meg, azért ott a mindennapokban, hogy tudom, hogy mit kell csinálni, de az a hülye kommunikációs vezető annál a cégnél nem tudja megcsinálni, mert béna, nem érti, tanácsadóként nagyon könnyű. Mert elmondott, hogy mit kell csinálni. Tehát hátradőlsz és várod az, hogy a, a, a cégnél dolgozó kommunikációs vezető ezt meg tudja csinálni, és hát ő belefut abba, hogy a cég működik, hogy azért ez nem ilyen egyszerű kérdés. Én nagyon megtanultam ott, és örökké hálás leszek, hogy ott indult a, a, az én szakmai pályám, mert megtanultam azt, hogy, hogy mire jó a kommunikáció mire képes, mit lehet vele elérni, és hol vannak a korlátai. Leginkább politikai projekteknél sikerült egyébként a korlát fontosságával megismerkednem, amikor túl nagy jelentőséget tulajdonítanak a kommunikációnak a cselekvéshez képest. És én bennem akkor ez elkezdett mozogni, hogy, hogy nagyon szeretem a kommunikációt, de nem elég, Tovább akarok menni, a munkámnak a 40%-a hasznos, és ez engem nagyon zavart, mert szeretném azt, hogy a 60%-kal is történjen valami, ne az, hogy megtörténjen, hanem valami történjen, mert hogy ne az, hogy egyszerűen csak, ja, ez úgy kidobtuk, vagy így elvitte a szél, hanem hogy így valami történjen velem. És, és elindult bennem egy, egy ilyen érzés, hogy, hogy szeretnék sokkal nagyobb területen már nem csak a tanácsadás irányába, hanem a megvalósítás irányába, ami, amihez nagyon jó jött, hogy van ugye, hogy hát akkor indultam el igazából az mba n azt az első munkájám alatt végeztem el, hogy, hogy szeretném áttörni azokat a korlátokat, ahol a kommunikáció megáll, és ez nem működik egy ügynökségi környezetben meg ö, próbáltam a saját cégnél, akkor az ügynökség az egy nagy ö, cégcsoport volt, különböző profilú cégeknek a, a csoportosulása volt, és akkor úgy voltam, hogy ez lesz az első munkám, hogy akkor ezt a saját munkahelyemen szeretném ö, megpróbálni, ami nem volt sikeres a, a vezetők attitűdje miatt, mert ők egy szervezetfejlesztésre úgy tekintettek, ami valószínűleg az én hibám is, hogy nem tudtam ezt másképp megfogalmazni nekik, vagy nem tudtam őket ebből a gondolkodásból kimozdítani, hogy ez egy szakszervezet, és hogy hagyjam őket ezzel a szakszervezeti borsittel. Bocs, ezt nem értem, ezt egy kicsit jobban kifejtett. Igen, mondok egy nagyon konkrét példát erre, amiből azt gondolom, hogy sokat mondhatnék, de ebből itt teljesen világos lesz. Egy cég finanszírozott a, a kollégáknak öm, öm, angol nyelvtanulást. És öm, egy állati jó, öm, a, anyanyelvű, a, anyanyelvi szinten beszélő uh, tanárunk volt. Uh, én nagyon örültem neki, mert nekem az angol, ez mindig is egy ilyen uh, hiányzott, nem, nem tudok igazán jól angolul a mai napig. Németül tanultam, német, Németországba jártam az egyetem mi éveim közötti nyarakon, én akkor tanultam nyelvet, és, és a német volt a nagy szerelem. És letettem egy konkrét szervezet diagnosztikai elemzést, és egy szervezetfejlesztési tervet, aminek nagyon-nagyon sok eleme volt, és az egyik eleme az volt, hogy ez egy nagyszerű dolog, hogy a cég nyújt a kollégák számára egy angol nyelvtanulást, de nincs meghatározva ennek a szabályrendszere, hogy mit kérünk cserébe, hogy mit nyújtunk, mi az elvárás, hogy tud ez az egész hatékony lenni. Míg a másik oldalon a kollégák elmondják a, a, a szervezetdiagnosztikai mély interjú során, hogy jó pofa dolog ez, hogy, hogy kapunk nyelvoktatást, de hát neki miért a szabad idejében kell, és miért nem lehet ez munkaidő? Amire hát azt mondanám, hogy komolyan, most ez tényleg. Hogy hát, fiam, fi, neki. hogyha a munkához kell, akkor mondjuk Ez más kérdés. Jó, hát. Persze, De ez igen. most még a PR ügynökség? Ez a PR ügynökség. Igen. És uh, ez egyik ilyen beszélgetés során, amikor erre mondtam azt, hogy mit kellene uh, tenni a cégnél, ez volt az egyik pont, és megkérdezte a két vezető, hogy most itt mire gondolok. És egész egyszerűen arról van szó, hogy nyújt valamit a cég, meg kéne fogalmazni, hogy miért nyújtja ez a cég, mit akar elérni, miért biztosítja a kollégák számára, tehát tényleg munkához kell, milyen szintű, milyen fejlődést vár el, mik ennek a mérőpontjai, hogyan, hogyan Kérjük vissza, hogyan nézzük ennek a sikerességét. Tehát adunk valamit, és annak valójában az eredményét kéne megfogalmazni, meg a célját, mitől érezzük azt, hogy elértük az eredményt, és ez nem csak a cégnek lenne jó, hanem egyébként a munkatársaknak is jó lenne, hogy ez azért nem egy olyan ö, tevékenység, ahova most vagy bejárnak, vagy nem, mert aztán persze egy idő után elkezdtek nem bejárni az angol órára, mert van fontosabb dolga, meg most hagyjuk már, és közben, meg mondjuk óránként x ezer forintot fizetett a cég ezek. Ér a, a nyelvtanfolyamokért. És akkor én ezt elmondtam, hogy ezen, ezen változtatni kellene sok egyéb mellett. És azt mondta a két vezető, hogy de hát vannak emberek, akiket én szeretek, és közel álló kolléga hozzám, és én nem, nem, nem szeretném, hogyha ő mondjuk szankcionálva lenne azért, mert nem jár be az angol órára, és ezt én személyesen szeretném eldönteni, hogy mondjuk egy ilyen juttatást, mert ez egy juttatás kvázi, mint egy angol nyelvoktatás, az hogyan használok a saját vezetői beosztotti kapcsolatomban, hogyan használom fel. Valakinél nem használom fel, valakinél pozitív irányba felhasználom, valakinél pedig fenyítő, vagy szankcionáló erőként, de mindenképpen a saját vezetői beosztotti viszonyában szeretné ezt a, ezt a juttatást felhasználni az egyéni céljainak megfelelően. És akkor itt úgy éreztem, hogy ezt nem, nem tudom tovább magyarázni. Tehát ez az egész, hogy honnan indultunk, onnan, onnan indultunk, hogy bennem volt egy szakmai ambíció arra, hogy kilépjek a kommunikációból, és foglalkozzak szervezettel, hogy áttörjem a kommunikációnak a, a, a korlátait, és sokkal inkább egy, egy integrált szerepkörbe kerüljek. És akkor ezért várakozásokat teli mentél neki, gondolom, a, az új munkahelynek, Égy a második van. munkahelynek. Égy Hiába van. voltál kiékben, mégis megtaláltad azt a belső motivációt, hogy na most végre tehetek valamit, Égy aminek van. van látszatja is, ugye? Pontosan. Egyébként nagyon érdekes, amit mondasz. Van egy ilyen általános tudás, ami, ami összeszedi, hogy, hogy milyen tényezők játszanak szerepet abban, hogy valaki úgy érezze, hogy az ő munkája, az ő munkahelye, hogy is mondjam, tehát, hogy van valami célja, hogy értelmes munkát végez, és az, amit te mondtál, hogy a kommunikációnál éreztél egyfajta limitációt, az az, amikor nincsenek megcsinálva dolgok, uh -huh. ugye nincs semmi accomplishment, ahogy az angol mondja, az téged baromira frusztrált, és, és ugye ennek reményében is váltottál, hogy majd ebbe tudsz szervezetfejlesztőként sokkal többet elérni. És azért azt, azt áruljuk el a hallgatóknak, hogy amikor megcsináltuk ezt az önismereti mini-tréninget a közös foglalkozásainkon, azért az kijött nálad, hogy te egy nagyon durva öcsíver típus vagy. Tehát, hogy neked, neked akinek még eddig nem tűnt föl, de baromi fontos az, hogy eléri a dolgokat, hogy teljesítsél, és hogy nagyon magas teljesítményt tudsz nyújtani, de neked erre szükséged is van igazából. Én. És hogy akik ilyen öcsíver típusú, munkás emberek, azok sokkal nagyobb mértékben ki vannak téve a kiégés veszélyének, mert hogy egy belső igényük van arra, hogy nagyon keményen, nagyon sokat dolgozva nagy eredményeket érjenek el. Amiket te ugye el is értél, csak ugye ennek vannak árnyoldalai, és az ember képes túl sokat csak a munkára koncentrálni. És a magánéletre, meg az olyan gondoskodásra már nem biztos, hogy marad idő. És ugye nekünk ez nagyon sokáig tartott, mire ezt az üzenetet így azt hiszem, hogy sikerült átvinni neked. De hogy még egy kicsit a kronológia rendben legyen, mm. azt meséld el, hogy átmentél a klinikára, ebben a magánklinikában, szervezetfejlesztést is megkaptad, volt rengeteg kihívás, ugye hogy a tulajdonosokkal elhitetni, megértetni, hogy nem biztos, hogy azt kell csinálni, amit ők jónak gondolnak. Mennyi ideje dolgoztál ott? Amikor azt kezdted érezni, hogy valami nagyon nincs rendben. Itt egy hét évről beszélünk, tehát hogy azért a teljes történet az elejétől a végéig hét évig tartott. Nagyon sokáig nem így éreztem. Ugye, ami, ami ennek az a 7 évnek az első időszaka volt, az arról is szólt, hogy egyrészt egy szervezeti struktúrát kell felépítenem, amit tudtam jól, hogy mivel jár. Másrészt egy olyan szemléletű uh, szervezetet álmodtam meg, amit nagyon nehéz elmagyarázni. Megpróbálod? Meg, meg, és vicces volt, amikor a, a elbúcsúztattak ennek az útnak a végén, ennek a hét éves útnak a végén. És és kaptam egy hihetetlen videót, amit a, a karácsonyi partin mutattak be az összes kolléga részvételével. Ez egy, egy elképesztő, megható pillanata volt a, ennek az egész útnak. ott Valahogy azt éreztem, hogy mindez megérte. De annak volt egy pontja, hogy az egyik vezető, ugye rólam beszéltek, hogy mit gondolnak rólam, és mit köszönhetnek nekem de úgy velősen, tehát nem olyan kedveskedőn, meg olyan képes szak, hanem olyan hitelesen, olyan valóban, hogy ez valóban úgy érzem, hogy, hogy nekem szólt tőlük. E, és, és ő mondta azt, hogy az első négy évben e, fogalma nem volt, hogy mit csinálok, de egyfolytában azt a szót hallottam, hogy participáció. És ezt nem érti és ő neki vezetőként ezt kéne alkalmaznia, kéne ebben participálódnia, kellene így hozzáállni ehhez, és hogy ő annyiszor uh, hallotta ezt a szót, és nehezen értette meg, hogy ez mit jelent. Még akkor is, hogyha a szótári jelentése megvan, hogy így ré van. részvétel, vagy hogy Ez ré részvétel, így van, hmm. részvételen alapuló. Ugye az egész gondolat arról szólt, hogy tehát egyrészt egy, egy nagyon új vállalatvezetési szemléletet ö, szerettem volna behozni, és egy egészségügytől féktelenül távol álló gondolkodást. Ö, ugye az egészségügy hogy néz ki? A fehér köpenyes orvos, a professzor, ő a főnök, és ugye lefele hierarchi. És Abszolút, és mond mindent. Ez a klinika, ahol én dolgoztam, nem ilyen. Soha nem is volt ilyen. Egyébként a tulajdonos orvosok miatt, mert ők nem ilyenek. Behoztak Amerikából egy újfajta orvos-páciens kapcsolatot, ami a partnerségen, együttműködésen, megosztott döntéshozatalon alapszik. Tehát nem az, hogy felírjuk a receptet, és akkor tessék hazamenni és csinálni, hanem, hanem egy valódi partnerségen alapuló ellátást és kommunikációt, sokkal tudatosabbá válik a páciens a saját egészségével a kapcsolatban. És ez szerintem egy, ez egy fantasztikus szemlélet, és engem lenyűgözött, ahogy ezt a mindennapokban képesek voltak. Egyrészt a páciensek számára, Kommunikálni és nyújtani. Másrészt, hogy a rendelőben viselkedtek, pont így viselkedtek, mindenki mindenki tegezett, elképesztő jó hangulatban, nincs az, hogy bejön a, a professzor úr, ha, és akkor ott mindenki haptákba áll, hanem ha állati jól táncolunk a karácsonyi bulin együtt. Ez egy nagyon-nagyon különleges hangulat, ami ott, ami ott engem fogadott. És egyszerűen azt mondtam, hogy nekem egyébként iszonyatosan könnyű dolgom van, és körülbelül egy hét alatt kitaláltam, hogy mit kell csinálni, mert valójában ez, erre kell építenem egy szervezetet. Tehát itt van egy gyönyörű munka, jönnek be beteg emberek, és segítünk nekik egészségesnek lenni, meggyógyulni, az egészségeseknek segítünk egészségesnek maradni. Egy nagyon jó attitűddel, egy nagyon jó üzenettel, amire egyrészt tök jól lehet építeni egy love brandet. Másrészt ez a megoldás arra, hogy milyen szervezetet kell építeni egy ilyet. De mondd nekünk, hogy mi az, hogy particip Participáló szervezet? Vagy Participáló szervezet, igen. Um, ez azt jelenti, hogy nem az emberek feje fölött dőlnek el a dolgok, hanem az aktív részvételükkel, ami azért nem azt jelenti, hogy közösségi vezetés van, ezért ez nagyon fontos, ezt nagyon sokan félreértették például, hogy ez nem azt jelenti, hogy akkor gyertek, és akkor vezessük együtt a céget, hanem ez arról szól, hogy van felsővezetői szinten egy irány meghatározva, amit mi minden évben meghatároztunk. Össze leültünk a tulajdonosokkal együtt, a cégnek, a, az intézménynek a vezetőjével, a cégvezetőjével együtt. Kitaláltuk azt, hogy mit szeretnénk elérni ebben az évben, erre készítettünk egy éves tervet, amihez szintén már bevontuk az orvosoknak, a nővéreknek, a recepciósoknak és minden kollégának a, a, az ötleteit és ebből készítettünk egy tervet, és együtt valósítottuk meg irányítottan. Tehát ez azt jelenti, hogy nem, én nem azt gondolom, hogy, hogy, a legfelső vezető a legokosabb, hanem én azt gondolom, hogy, hogy a felső vezetőnek az a feladata, hogy aki azon az adott területen, amit ő szeretne fejleszteni, átalakítani, dolgozik az ő véleményüket kikérve, Tud egy olyan jövőképet felfesteni, amitől hatékonyabban működik az az adott folyamat, jobban tudunk szolgáltatni, és jobban érezzük magunkat, miközben dolgozunk. Tehát ez a hármas cél volt az, aminek próbáltunk megfelelni. Én azt gondolom, hogy most már egy nagyon fontos dologról beszélsz, amikor cégirányításról van szó, vagy filozófiáról van szó, és ugye korábban már említetted, hogy milyen nehézségek lehetnek akkor, amikor úgymond a tulajdonosok kezéből ki kell csavarni a cégük irányítását, és, és én ez a másik, amiről most beszélsz, amit látok még ilyen esetekben, hogy mivel én a nulláról fölépítettem tulajdonosként ezt a céget, és én az összes munka szinten tudom tapasztalatból, hogy miket kell csinálni, én egy nagy cég tulajdonosaként, is azt hiszem, hogy nekem kell a legjobban tudni a legutolsó problémára is a megoldást. És innentől kezdve egy olyan vízfejű szervezet jön rétre, ahol, ahol, ahol egyszerűen elakad a döntéshozatal, nem tud működni, óriási feszültségek és az összes alkalmazott egy idő után baromi motiválatlan lesz, mert egyszerűen azt érzik, hogy nincsen hatásuk arra, hogy mi hogy történjen, hogy milyen irányba menjenek a dolgok, vagy hogy akár csak a meghatározott célt miképpen érjék el. És egyszerűen egy idő után egy ilyen szervezetben, ahol ilyen tulajdonos vezető van, egyébként nem kell tulajdonos lenni, tehát ahol ilyen vezető van, ott egy idő után hátradőlnek az alkalmazottak, és mint a gyerekek, várják az utasításokat. Pontosan. És ami ilyen utasítást, azt azért úgy megcsinálják, jobb vagy kevésbé jó kedvel, de hogy így igazából nem lehet elvárni tőlük már egy idő után azt, hogy ők a saját szintjükön megoldjanak olyan problémákat, amiket a saját szintjükön kell megoldani. És hogy nem tudom, hogy neked ez személyes tapasztalatod alapján mennyire volt nehéz átvinni ezt, az, ezt a gondolatot a tulajdonos orvosoknak, akik egyébként szakmailag tényleg a, apengékot, de hogy cégirányításban más a filozófia. Ez mennyire volt nehéz ezt átvinni? Annyira, hogy én nem is tudnám neked azt mondani, hogy ez sikerült átvinni. Szerintem ezt odáig sikerült elvinni, hogy Megbíztak bennem. És ezektől a dolgoktól hátra léptek. És látták azt, hogy ö, van ennek eredménye. Tehát azért nem én vittem ezt, a szervezet fejlesztési részét én vittem végig, viszont van az intézménynek egy igazgatója, aki az operatív vezetője a cégnek, akivel én együtt dolgoztam. És nagyon, mi, mi nagyon ö, hamar meg tudtunk abban egyezni, hogy ez jó. És ő végtelen hamar nyitottá vált erre, úgyhogy azért itt nem egyes szem, egyes személyben szeretnék beszélni, ezt azért vele együtt csináltuk meg, és azért mi így ketten öm, ö, alakítottunk egy olyan ö, csapatot, aki ezt a változást kitalálta, és végig tudtuk vinni. Egy idő után a saját területeinket, tehát egy idő után azt éreztük, hogy hogy most szét kell válnunk, ö, és amit mi szeretnénk, azt, azt a cég, bizonyos területein ő próbálja elérni, bizonyos területein pedig én próbálom elérni. Ez volt az a pillanat, amikor hat területen voltam vezető, mert ez jól nézett ki, hogy akkor tudom már, hogy mit kell csinálni, meg lett hozzá a felhatalmazásom, meg lett a terv, az a stratégia, hogy én mit szeretnék. Elindultam azon az úton, hogy megértessem az emberekkel azt, hogy ez mi, eredetlenül uh, nehezen uh, nehezen halad? Hány főszervezetről beszélünk? Um, 160 lett a végén, az elején a fele volt mm -hmm. körülbelül, mm -hmm. igen. Tehát méretében is a fele volt az elején a forgalombevétel szempontjából is, meg staff szempontjából is, igen. Ez a másik, amit, amiben szerintem nagyon sokan hát illúziókat kergetnek, hogy van egy cégünk, Kultúrával valamit szeretnénk kezdeni, változtatni, az nem úgy néz ki, hogy csinálunk tíz szlájdot, meg három ilyen posztert, és akkor onnantól kezdve most agilisak vagyunk, vagy nem tudom, milyenek vagyunk, bármi legyen a jelszó, hanem hogy ez egy ilyen nagyon hosszú éven keresztül tartó, kemény, meló mesélj erről. Hogy, hogy ez hát azért mosolygok nagyon, mert hogy ezt én is így gondoltam. Ám. Tehát az elején én is csináltam tíz szlájdot. Behívtam az összes ö, ö, létező ö, ö, osztálynak, tartottam erről egy prezentációt, ahol megpróbáltam elmondani, hogy mit jelent a participáció, és ott ültek jegyzetfüzettel és tollal. Azért ezt nem felejtsük el, hogy nekem ez volt az első igazi tapasztalatom. Alatt az szervezeti tanácsadóként, illetve egy, mondjuk egy Kísérleti projekt erejéig dolgoztam ezen a területen, de azért ezt a szakmát, azért ezt itt tanultam meg. És ott olyan édesek voltak, ott ültek, és, és próbáltak jegyzetelni, és nagyon-nagyon próbálták megérteni azt, amit azt amit én mondok, és úgy álltak fel, hogy most nem tudják, hogy mit kell csinálni. És az, az, az nekem egy annyira egy retesen nagy tanulópénz volt, hogy, hogy azt a nem kellett volna megtartani azt a prezentációt. Tehát, de, de én elindultam ezen, a, ezen az úton, és ezek a tapasztalatok, és valójában ugye 12 órán keresztül van nyitva a, a, a klinika reggel 8-tól este 8-ig. Én nagyon ritkán nem is volt a vég, utolsó a végén, az utolsó három évben nem is volt asztalom, meg éppen, mert ott voltam velük leültem a participáltam. Recére. Participáltam. Igen, igen. És valójában ezt a participáló gondolatot egy picit még hadd fejezzem be, hogy alapvetően ez volt a cél egyébként, hogy megnézni, hogy mi nem működik jól, kitalálni a részvételükkel, hogy ez hogyan tudna jól működni, hogyan tud egy jobb folyamat lenni azért, hogy hatékonyabb legyen a szervezet, hogy jobban tudjunk szolgáltatni, hogy jól érezzük magunkat a munkahelyünkön, tehát, hogy valóban nagyon fontos volt, és ez még azért az az időszak volt, amikor még nem indult el nagyon ez az employer branding, tehát ezért ez azt megelőző időszakról beszélünk, viszont én azért a kezdetektől fontosnak tartottam azt is, hogy mindezt úgy tegyük, hogy jól érezzük magunkat, mert ez volt a rendelőben, a klinikán, ez volt a hangulat és én ezt akartam átörökíteni egy nagyon méretben, hogy úgy menjünk a kicsiből a nagyba, hogy ne felejtsük el, hogy kik vagyunk, és hogy, hogy mi mit szeretnénk elérni. És egy tök fontos pontja volt az, hogy itt mindenki jól érzi magát, csak már a káoszban nem szeretett dolgozni, és ez okozott feszültséget. És hát egyébként a participáció a mindennapok szintjén egyébként végtelenül egyszerűen zajlik, mert annyi történik, hogy elmondja a vezető, hogy ezen a területen szeretnénk fejleszteni, elmondja a keretet, hogy milyen irányba, milyen irányba szeretné ezt elvinni, elmondja a jövőképet, van egy folyamat, egy akár mikroszintű folyamat, én egy egyszerű dologról beszélünk, akár egy, egy, laborértesítési rendszerről, vagy akár egy nagy dologról, elmondja, hogy mit látott, megkérdezi az emberektől, hogy mi jó, mi rossz, ami rossz, azt szeretné megoldani, hogy ne legyen rossz, ami jó, azt szeretné megtartani és fejleszteni, fölvázol ebben egy jövőképet, elmondja, hogy hogyan szeretné ezt elérni, és ad egy tanuló időszakot a kollégáknak, hogy ö, ez az új protokoll, ennek megfelelően kell ezt a folyamatot csinálni, van egy hónap, kezdjük el együtt csinálni adjátok a visszajelzést, hogy ez hogy működik, hogy nem működik, és egy hónap után lezárjuk, és így kell csinálni. Szigorúan, protokoll szinten, kötelezően, azt kell csinálni. Tehát ez nem azt jelenti, hogy bemegyek, és akkor ma eldöntöm, uh -huh. hogy akkor ma én úgy participálok, hogy akkor én most így szeretném csinálni. Nem. Ez ezek, ezek szigorú protokollok. Viszont annak az alkotásában, véglegesítésében, gyakorlatba ültetésében, aktív részvételre számítok, és várok el, nem csak számítok, várok el, és ez nem egy lehetőség, és ezt nagyon nehezen értették meg nagyon sokan, de de, de egyébként a kollégáim a végére azt gondolom, hogy azt gondolom, hogy egy participáló szervezetet hagytam el. Én emlékszem, hogy azért az utolsó hát egy évében ennek a hétnek, amit ott töltöttél, én úgy, úgy veled voltam, és, és kísérgettelek, meg próbáltalak segíteni, és én emlékszem, hogy még az utolsó hetedik évben is te, mint teljesítményorientált, szép magyarul öcsíver típusú ember, te még akkor se voltál, mint emlékeim szerint, te még akkor se voltál teljesen biztos hogy elérted ezt a célodat, hogy kialakítottál egy olyan szervezetet, amiért megálmodtál, amiről most beszélsz. Hogy ez még az utolsó évben is voltak Kétségéd ez ügyben, igaz? Abszolút, abszolút, de leginkább azért, ami, amiért, ö, amit mondasz, hogy ez nem egy ö, ö, könnyen megfogható dolog, aminek a végén azt tudom mondani, hogy jó, 22 lett a vége. Jó, hmm. Megvan a 22, 22-t kellett csinálni, 22 lett, akkor így készen vagyok. Ö, igen, az, hogy tehát az a, az a videó, amit én kaptam a, a vezető, a cégnek a tulajdonosaitól, a cégnek a vezetőitől, a középvezetőktől öm, a végén, az azért volt számomra nagyon fontos, mert az volt egy olyan pillanat számomra, ezt el is küldtem neked, emlékszel ezt a videót, hogy hogy ott azt éreztem, hogy megérte, és hogy sikerült. Mert hmm. participáló vezetők abban a stílusban, ahogy, mi, eh, ahogy én szerettem volna, hogy kommunikálunk. Volt egy, egy gyermekorvos doktornő, aki, aki elment Amerikába, és neki csináltunk egy ilyen videót, ezt én találtam ki, én vittem végig. Bevittük a, a cégnek a kultúrájába, hogy hogy kell búcsúzni, hogy hogyan köszönünk el attól, aki, aki nálunk volt, és fontos, fontos volt. Volt olyan, amikor azt kellett kitalálni, hogy hogyan gyászolunk meg valakit, aki egyébként e, egy rendkívül nagy nevű orvosként öngyilkos lett. E, ami egy végtelen módon ledöbbentett, és nagyon sokkolt, és ez nekem már azért a kiégésem utolsó fázisának a legmélyebb bugyraiban történt, és nagyon, az nagyon eltalált az, az, az eset, és az a, az a történet, és abban ki kellett találnom azt, hogy hogy amilyenek mi vagyunk, mi hogy búcsúzunk. És egyébként szerintem szépen sikerült. Elmesélem. Hogy hogy sikerült búcsúzunk? El. <laughs> um, minden. Um, ez egy elég nehéz történet egyébként, és uh, bizonyos részeit. Um, tudom csak um, úgy elmondani, hogy ez az én történetem legyen. Azért van egy olyan része, ami, ami azt gondolom, hogy nem tisztem uh, elmondani, hogy miért lesz valaki öngyilkos, és ezt nem is szeretném. Uh, de ezt nekünk azért ott házon belül meg kellett oldanunk azt, hogy, hogy ezt, a, ezt a sokkot, um, hogy itt van köztünk valaki, uh, aki egyébként egy nagyon jókedélyű, nagyon kedves... Um, pontja volt a mi életünknek. Egyik napról a másikra úgy, hogy nem vettük észre, hogy, hogy milyen rosszul van, véget vett az életének, és ezt, 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 ezt ki kellett beszélni. Tehát erre lehetőséget kellett adni. És öm, ezek a participáló pontok, ami, ami ugye a vállalatépítés során végigvittek minket, ennek nagyon egyszerű eszközei vannak, mert ugye mindig hírlevélben küldtünk ki öm, új protokollokat, fejlesztési terveket, aztán... Öm, Először én mentem végig minden osztályon, aztán amikor már lettek vezetők, akkor ott a vezetőket tanítottam meg, hogy hogy kell a csapatokat összefogni, hogy kell valódi csapatmeeting. Tehát a meeting az nem feladatkiosztás, hanem hogy kell meggyőzni a kollégákat arról, hogy ebben a változásban vegyen, legyenek ott nekünk. És ebben a, ez a, ezek annyira fontos találkozási pontok lettek, hogy ezt tudtuk arra használni, tehát elég volt arra, hogy hogy bemegyünk egy mítingre, és, és van egy nagyon szép ö, megemlékezés a, a, a meetingen, azokról a jó dolgokról, és mindenki elmondhatta az érzéseit, és el is mondták. És aztán készítettünk egy, ö, ö, írtam egy, ö, egy búcsúzó szöveget, amit megosztottunk a nyilvánosságba, ami, ami egy intézményi szintű búcsú volt tőlünk a mi részünkről, a, a család számára, illetve az adott orvosnak címeztük, tehát írtunk neki egy levelet. Vettünk egy nagy csokorvirágot, virágot, amire ö, elhelyeztük a közösségi helyiségünkbe ö, tollal és ö, papírral, és mindenki írhatott egy személyes gondolatot, amit úgy tehetett rá a virágra, hogy ezt senki nem látta, és ezt elvittük ugye a temetésre. És aztán a végén ugye elment mindenki, aki szeretett volna eljönni a temetésre, ők természetesen eljöhettek, úgy szerveztük a munkájukat, és a végén készítettünk egy fotóalbumot, amit elküldtünk a feleségnek. Én emlékszem, akkoriban együtt dolgoztunk, Igen. és tudom, hogy nagyon megviselt ezt Nagyon. És most így utólag visszagondolok, hogy most így beszélsz róla, mennyire volt benne a te reakciódban mennyire volt benne az, hogy, hogy egy nagyon jó szakembert láttál, aki tök magas szinten, napi szinten funkcionál, és olyan szintű mentális kihívásai vannak, ami, ami, ami öngyilkosságba torkollat. És hogy te ugyanezt élted, hogy magas szinten Persze. teljesítettél, ugye reggel fölhúztad magad a kocsiba, és utána ledolgoztad a tizenezer óráidat, és pörögtél akkor is, amikor már nagyon durván nem voltál jól mentálisan, meg fizikailag se, a teljesítményeden ez nem feltétlenül látszott. Mennyire láttad a párhuzamot? Mennyire ijedtél meg, hogy Úristen, ez ennyire durva lehet? Iszonyatosan megijedtem. Tehát azt éreztem, hogy Úristen, ez én is lehetnék. Uh -huh. Én nagyon-nagyon megijedtem. Na, tényleg nagyon. Úgy, hogy Persze azért olvastam azt, hogy a, a kiégésnek a, a, az utolsó fázisát, amit én abszolút tapostam, abban vannak azért szuicid gondolatok, nekem sosem volt. Ö, furcsa hangzik, és ezt nagyon szeretném azért, ö, hogyha meg, ha látnátok, hogy nekem egy nagyon boldog családi életem van. Én ö, nagyon szeretem a férjem, és ő is nagyon szeret engem, és nekünk egy nagyon harmonikus kapcsolatunk van. Tudjuk, tehát szülők vagyunk, tehát nem az anya meg az apa, hanem mi szülők vagyunk, tehát nem az van, hogy a férjem segít, ezt én nem is értem a mai napig, mi az, hogy segít a férjem, mert hát ő az apa, hanem ezt mi együtt csináljuk, mindent együtt csinálunk. Ez a közös, ez a közös életünk, és ezt mi valóban megosztjuk a jó és a rossz részét, a kihívásokat, a, ott vagyunk egymásnak. És van két két olyan gyerekem, aki, a, a, akik egyszerűen annyira, annyira jó fejek. Azon túl, hogy szeretem őket, nagyon szeretek velük lenni. Tehát én azt nem tudom elképzelni, hogy a babysitter menjen érztük az objúban, meg az iskolában, mert az a legszebb pontja a napomnak. Na, nem a reggeli, amikor elviszem őket, de amikor értük, megyek. Az a legszebb pontja a napomnak. És uh, én szeretek velük időt tölteni. Úgyhogy, és valójában igazán nem tudtam élvezni az életemet az a helyzet ebben az egész időszakban. De, de pont emiatt, mert ez a része... Mivel, hogy igazából úgy éreztem, hogy én tulajdonképpen élvezhetném az életet, ha nem lennék annyira defektes, mint amilyen vagyok, ez emiatt sosem merült fel bennem az, hogy, hogy bármi szuicid gondolatom lenne, de ez nem volt. Mi de... hogy nem vagyok olyan defektes, amilyen vagyok? Akkor javaszhatném az életet. Mi az a defekt? Hát erről beszéljünk, ez egy, ez bővebb egy kifejtést jelent, vagy, vagy igényel, hogy én nekem ennek az egész útnak, amit veled megtettem, az volt a leg, nagyon-nagyon sok pontját ki tudnám emelni, és remélem, hogy fogjuk is majd érinteni, de a ahogy én elindultam ezen az egész úton, a, a legnagyobb kihívásom az volt, hogy megértsem, hogy miért csinálom ezt magammal. Mert hogy engem egyik alkalommal sem égettek ki. Minden alkalommal saját magamat égettem ki. Úgyhogy nem akarok magamnak rosszat. Tehát se nem vagyok mártír, se nem vagyok. Nincsenek szuicid gondolataim, nem akarok ártani magamnak, nem bírom a szenvedést, tehát nincsenek ilyenek bennem. És ez a legnagyobb problémám, hogy ezt megértem. Az első munkahelyemen a, a főnököm rengeteg alkalommal szólt, hogy jó, állj meg, jó. Tehát, hogy azért nem, nem, nem kell ezt ennyire komolyan, azért nem kell sokat adni az ügyfélnek, tanácsadó vagy, azért nem kell újraírni a közlekedéspolitikát, meg az egészségügyi politikát. Tehát, legyek a helyemen a szónak abban az értelmében, hogy próbált vigyázni rám, hogy ne hajtsam ennyire szét magam. De ebben a történetben, és ez én ezt, ezt, ezt nem, nem, tehát, hogy biztos karrierista vagyok, Ugye ez volt az egyik címke, amit, amit kaptam. És nem, nem vagyok az. Nem tőlem. Nem, nem, a környezetemtől. Tehát ugye nekem az volt a legnagyobb problémám, hogy hogy nem értettem azt, hogy miért égetem ki magam, és a külvilág ö, próbált nekem ebben segíteni azzal, és tényleg segíteni próbáltak azzal, hogy ezt ne tegyem, amit én, én nem tudtam elfogadni, mert úgy éreztem, hogy nem értik. Közben én sem értettem magamat egyébként. Tehát most ezt, ezt azért úgy, valahogy le kéne hozni a, 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 sztorik szintjére, hogy igazán érthető legyen. Az első munkahelyemen a legelső projektem az a budapesti útfelújítások volt. Demszki Gábor, főpolgármester úr, 80 kilométer, új út, Budapesten. Ez volt az első projektem, PR asszisztensként kezdtem el dolgozni. Kaptam egy vezetőt, aki akitől mindent megtanultam. Vagy nem, inkább úgy mondom, hogy akitől a, amit tudok a vezetésről, azt mint tőle tanultam meg. Elképesztő módon szívtam magamba azt, amit ő adott nekem, nagyon sokat adott nekem, leginkább komoly lehetőséget adott nekem. Nem volt ambíciózus, tehát ő, ő valójában nem vágyott vezetői szerepre, olyan volt az élete, hogy neki a, a munka az, az igazából egy bejárjon egy közösségben, értelmes munkát végezzen, de nem volt úgy fontos, mint, 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 a mint számára, tehát nem a megélhetésről szólt, és nem is volt szakmai ambíciója. És nem szépen, tehát ennek ellenére ez nem azt jelenti, hogy bejárt üdülni, hanem át jól dolgozott, de nem volt ambíciója, hogy tovább vigyel, és látta, hogy bennem van, és ennek megadta a lehetőségét. Úgy de mi az hogy... a defekt, amiről beszélsz? Mert most ez az ambíció, meg lehetőség, a... mint hogyha ugyanez lenne defektnek is a de... címkézve, a... nem? A defektem, az, azt én úgy értem, hogy csinálok valamit magammal, ami nem jó nekem. Üm, és tehát, hogy hát ez van. Tehát, hogy én, 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 én ezt tudtam a legnehezebben a helyére tenni, és ez az, amivel most is a legtöbbet dolgozom, hogy az, amilyen vagyok, azt én nagyon sokáig azt éreztem, hogy velem van a baj, hogy velem nagy baj van, nagyon nagy baj van. Tehát, hogy nem vagyok normális konkrétan. Ezt éreztem. Mert csinálok valamit, és hajtok valamit, ami közben nekem személyesen rosszat tesz. És ez emiatt én úgy gondoltam, hogy én velem valami baj van. És hülye vagyok. Defektes vagyok. Amikor te hozzám fordultál, akkor mi volt az az utolsó élmény, vagy az a, az a gondolat, ami miatt azt gondoltad, hogy na most már tényleg segítségre van szükségem defektes vagyok, kártok nem vagyok normális. Mi volt az az utolsó pont, ami miatt eldöntötted, hogy segítséghez fordulsz, és Arról is mesél már két mondatot, hogy mondtad, hogy korábban volt negatív élményed tapasztalatod coachingban. Igen. Hogy az mi volt, miért volt negatív, és miért gondoltad mégis, hogy megint egy coachhoz fogsz menni? Igen. Ö, nem voltam jól fizikailag. Inzulinrezisztens lettem, hashimoto, ez mondjuk nyilván a várandóság miatt alakult ki. Ö, felszedtem, tehát súlyfeleslegem lett, nem tudtam aludni. Ezt úgy képzeld el, hogy ez az utolsó két év, amiről beszélünk hat területet vezetek, mert nagyon jól hangzott, hogy tudom, hogy mit kell csinálni, csak nem volt kinek kiadni a feladatot, tehát nem voltak vezetők, hogy akkor hogy gyere Tehát én egyszerre voltam ezeken a területeken vezető, tehát én voltam recepcióvezető, voltam az asszisztensi területen operatív vezető, az orvosi igazgatásnak bizonyos részét, a kommuni. Tehát, nagyon, tehát minden, amit át akartam alakítani, ott nem egy vezetővel kezdtem el dolgozni, hanem én kezdtem el csinálni, aztán megtaláltam a vezetőtre, nem mindig elsőre a jót, és aztán őt tettem ki Képessé arra, hogy ezt ő tudja csinálni. Szóval azért ezt így kell elképzelni, és ez valóban havi 200 óra munka, ami úgy nézett ki, hogy egy héten kétszer elmentem a gyerekekért oviba, kettőt a férjem vállalt, egyet a szüleim. Általában 10 kora el a gyerekeim, ezt most hagyjuk. Én 10 órakor visszaültem a gépemhez, és éjjel kettőig dolgoztam. De miért volt Minden. az egy ponton, hogy Na. most már ez már nem mehet tovább? Tehát mi volt az a pont? Emlékszel? Volt valami pont? Vagy hogy jött ez? -e? Hogy jött ez? -e? Nem, ez egy folyamat volt, ami, ami, ami egyre rosszabb és rosszabb lett. Tehát a hét végére általában úgy néztem ki, hogy pénteken nem bírtam megmozdulni már, csak lefeküdtem, és csak így feküdtem, és akkor férjem fektette a gyerekeket. Szombaton jellemzően funkcionálisan képtelen voltam bármit is csinálni, Őtem és, és beszéltek hozzám, de igazából nem is tudtam gondolkodni sem. Akkor nyilván jöttek a gyerekeim, a anya ez a baj, az a baj, és akkor most még neked is bajod van. Egész héten azt hallgattam, hogy mindenkinek mi baja van, most még neked is bajod van. Ö, egyszerűen azt éreztem minden hétvégére, hogy az, az nem pihenésről szól, az arról szól, hogy munkaképes állapotba kerüljek a hétfői napomra. És akkor a vasárnap az már úgy telt, hogy nem bírtam aludni, és már egekben volt a pózusom, és ideges voltam már, mert tudtam, hogy jön a hétfő reggel. Tehát, hogy ez nem egy élet, és nem, nem erre vártam. Volt, tehát, hogy ez, ez nyilván, tehát ez két éven keresztül képzeld el. nem úgy, hogy ez most egy három hónap. Volt olyan, amikor uh, elájultam a konyhában. Beszéltem a férjemmel, és minden előzmény nélkül nem is éreztem magam rosszul, egyáltalán elájultam. Kimerültség? Igen. elmentem kivizsgálásra, semmit nem találtak, kimerültem. Romlott az egészségügyi állapotom, az egész családom cukorbeteg, én inzulérezisztens lettem, tök rosszak a cukorértékeim, diéta és sport ellenére, elkezdett a testem is jelezni, nehezen koncentráltam, elmentünk. Mondjuk általában a nyaralásraim azok úgy indultak, hogy én olyan többnyire olyan öt napos késéssel érkeztem meg a nyaralásra. Ezt eleinte úgy csináltuk a férjemmel, hogy mentem én is, és akkor ott még befejeztem a munkámat, aztán rájöttük, hogy az, az nagyon rosszul esett, van egy ilyen kép a fejemben, hogy ülök a teraszon dolgozom, és a laptopom fölött láttam a, a gyerekeimet a férjemmel medencézni. Én meg arra is emlékszem, hogy éppen mit csináltam. És, és ezek és aztán idő után áttértünk arra, hogy akkor én inkább levittem őket a nyaralónkba, és aztán hazamentem, befejeztem a munkám, mindig hétvégén, és akkor utánuk mentem nyaralni. Ez el nettó öt napok beszél. Egyébként a kiégésnek ebben a fázisában, főleg, hogyha valaki ugye is szétdolgozza magát, mint te tetted, azért nagyon sokszor a párkapcsolat is sérül, meg ez a szülői szerep sem megy olyan jól. Ugye te mondtad, hogy nálatok ezt viszonylag jól átvészeltétek, mert hogy ti már ilyen workaholiknak ismertétek meg egymást, nem? Tehát, hogy így ez nem volt feszültség a párkapcsolatban, kapcsolatban, vagy a gyerekekkel? Nem volt feszültség a párt kapcsolatban, és így ismertük meg egymást, de szerencsére a férjem, ő egy nagyon más habitus, mint én. Nagyon jól tudja érezni magát, és ő rendkívül jól alszik, ha nincs elvégezve valamilyen feladat. Um, és ő is nagyon próbálta elmondani, hogy mi a baj velem, uh, hogy segítsen, de, de um, azt se éreztem helyesnek, amit ő gondolt rólam. Milyen élményed volt korábban a kócsinggal? Um, nagyon rossz. Nem... Én egyszerűen úgy éreztem, ezt valahogy úgy fogalmaztam meg, hogy olyan, mint egy kéznélküli, kéznélküli embernek azt mondani, hogy gyere, fog meg, nézd meg, milyen puha. Én valahogy nekem ez, ez volt a tapasztalatom a korábbi coachinggal, de rettentően idegesítettek ezek a... Akkor most menjünk oda, és akkor most uh, uh, akkor beszéljük meg, hogy hogy fogjuk elérni ezt a work-life balance-t, Akkor mondjam el az erősségeimet, mondjam el, hogy milyen életre vágyom, mondjam el, hogy mik az én boldogságkristályaim, ami, amik, amiket magamért teszek, hogy uh, mi az, amit a munkahelyet fogok csinálni, hogyan nem fog dolgozni a munkám, hogy hogyan nem fog dolgozni, hogyan érjem el azt, hogy ne dolgozzak, hogyan érjem el a 8 órás munkát, csukjam be a szemem, és sétálok el az ajtóig, ahol a cél van, és próbáljam elképzelni azt, hogy ott mi fog engem várni, és én egyre se tudtam választ adni. Hmm. Egyikre sem. Tehát, hogy ö, én, Nekem ez egyáltalán nem a problémámra reflektált, próbált a, a korábbi coaching mutatni egy számomra egyáltalán nem kézzel fogható metódussal, egy, 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 egy megoldást, ö, ami, amit én se nem akartam, se nem értettem, se nem szolgált nekem megoldással. Én azt éreztem, hogy a coaching során kapok egy olyan feladatot, amit nem tudok megoldani. Mondjam meg, hogy mitől vagyok boldog. Nem tudom, mitől vagyok boldog. Mondjam meg, hogy miért dolgozom ennyit. Nem tudom megmondani, hogy miért, miért dolgozom ennyit. Nem, tényleg nem tudom elmondani. Tehát, hogyha visszaugrunk a, a és nem fogok erről sokat beszélni, de az útfelújításra, ö, én ott voltam kint az utcán, az útfelújítások során, a munkaidőn végén. Nem azért, mert karrierista vagyok, mert akkor nem ott lettem volna, azt gondolom, hanem a, mondjuk a főpolgármesteri hivatalban lettem volna, ott kell valószínűleg, engem ez érdekelt. Engem érdekeltek azok az emberek, akik utat építenek és felújítanak. Én szerettem volna velük beszélni, szerettem volna ott lenni velük, amikor drukkolunk azért, hogy ne jöjjön az árvíz, mert éppen aszfaltozzák a rakpartot, és valójában ezt, ezt az én ezt, ezt nagyon sokan tévesen ambíciónak és karrieri, karriervágynak értékelték. Például egyébként az akkori főnököm, nem a közvetlen főnököm, hanem az ő főnöke, amikor egyszer csak lépett egy olyat, hogy úgy nevezett ki engem, hogy én nem tudtam róla. És ezt egy nyilvánosan bejelentette egy céges bulin, hogy valójában a főnököm főnöke lettem. Amire én nem vágytam, nem akartam, félreértették az én ambíciómat, és nyilván megijedtek, hogy én itt annyira ambíciózus vagyok, hogy nekem lehetőséget kell adni, mert akkor el fogok menni, és nem volt benne ilyen. Hmm. Térjünk vissza arra a de. coachingra, ami nem segített neked, sőt, ha jól értettem, akkor frusztráltál is váltál. Húsz egy szegénye, coach, akivel úgy sajnáltam, én, nagyon, én kifejezetten ellenséges voltam vele. Velem nem voltál az is, Miért gondoltad azt, hogy megint jó lesz a coaching, vagy hogy újra megpróbálod, és miért pont velem? Nem gondoltam, hogy jó lesz. Hmm. Elmentem nyaralni, amire, ahogy már hallottad, öt napos késéssel érkeztem menetrendszerűen. És én valahol ebben az útban, vagy eznek az út során megtaláltam a futást, ami nyilván egy. egy, egy, egy lépés volt, vagy egy, egy próbáltam belekapaszkodni valamiben, nagyon sok mindenbe próbáltam belekapaszkodni, aztán az is egy nagyon rossz pont volt, hogy viszonylag sokat kezdtünk el inni aztán a férjemmel, tehát hogy esténként borozni, most itt nem komolyabbra kell gondolni, de... Bocsánat, csak a hallgatóknak mondom, hogy a kiégésnek a, van ez a, a frusztráció című fázisa, hogy ott már Általában az emberek keresnek valamit, ami stimulálja őket, hogy ezt Igen. a nagyon durván kimerült állapotot valahogy ezen át tudjanak lendülni, és ilyenkor szokott lenni a zabálás, a piálás, Abszett, is De egyébként uh -huh. a sportnak a túlzásba Így a vitele van. is. Mindet pipáltam. Uh -huh. uh, és uh, elmentem futni, a, amikor már végre megérkeztem a nyaralásra, és nagyon untam a zenét, olyan, amit podcastot akartam hallgatni, mert a zene az viszi tovább a gondolataimat, és nekem épp az volt a célom, hogy ne gondolkodjak, te próbáljak meg ne gondolkodni, hanem próbáljam meg ezt elengedni, és akkor belefutottam a Halottnak a Coach podcastba, és így azt éreztem, hogy ez most nekem való, mert egyrészt halott vagyok, tehát konkrétan annak is éreztem magam, tényleg. És körülbelül annyit segítettek az a digi coachingok, amely mondjuk így a halottnak a csók segít, Uh, és úgy éreztem, hogy nagyon jó, ezt akkor most, most a köztáv meg fogom hallgatni. És elkezdtél beszélgetni egy lányal, aki, uh, aki a saját kiégés történetét mesélte el, amiben nagyon benne volt a te kiégés történeted is, ez nagyon az elején ez volt. Az első a... epizód egyébként. Talán az első epizód volt, igen. Uh, és emlékszem, hogy elkezdtem futni, pontosan emlékszem az egész képre is, és egyszerűen azt éreztem, hogy hogy rólam beszéltek. Én beszélek. Amiket mondott ez a lány, azt én is minden elmondhattam volna. És az egész olyan volt nekem, mint egy ilyen lassított felvétel, hogy minden, amit korábban nem értettem, az úgy valahogy elkezdett a helyére kerülni, és elkezdtem azt érezni, hogy nem vagyok egyedül. Én nagyon sok címkét kaptam, amiből egyik sem, egyik sem passzolt rám, ez a, az a baj velem, hogy karrierista vagyok, az a baj velem, hogy túl lelkismeretes vagyok, az a baj velem, hogy túl maximalista vagyok, az a baj velem, hogy nem tudom elengedni a dolgokat, rengeteg, az a baj, hogy túlságosan fontos nekem a munkám, az a baj, hogy túlságosan elmerülök a munkámban, nekem ott van flow élményem, az a baj, hogy minden szerepemben sikertelennek érzem magam, feleségként, nőként, anyaként, és itt meg tudom magam valósítani, és én egyiket sem éreztem úgy, hogy akár csak az igazság közelébe lenne. És ott elindult egy beszélgetés, ahol azt éreztem, hogy, hogy olyan gondolatokat fogalmaztatok meg mind a ketten a saját történetetek kapcsán, ami számomra egy ilyen nagyon-nagyon új perspektíva volt. Erről az egész témakörről való gondolkodásban, és a saját magammal kapcsolatos gondolkodásomban is. Mi volt újszerű? Az elfogadás, vagy mi? Az elfogadás. Azt, hogy nem vagyok egyedül, és nem vagyok hülye. Uh -huh. Tehát azt úgy fejeztem be, azt az adást, és utána fölzabáltam az összes részt, de így egymás után, tényleg. Mindenhol azt hallgattam, a kocsiban, mindenhol ezt hallgattam, mert azt éreztem, hogy egyre többen vannak, és nem vagyok egyedül. És azt éreztem, hogy nem vagyok defektes, hanem hanem nekem van egy problémám, ami egy mentális problémám, egy olyan mentális állapotban vagyok most, ami, ami kapcsán nekem nem csak váltanom kell, hanem meg kell értenem magamat, és engem viszkető görcsöt kaptam az ilyen szavaktól, hogy önismeret, meg ilyenek, a, tényleg, akkor nézzük meg az erősségeinket, meg, tehát az, az összes ilyen coaching bullshit az, az engem végtelenül irritált, és Egyrészt az adástól, és aztán ugye, ahogy elkezdtünk dolgozni, mert nyilván úgy mentem haza a futásból, hogy egyből kerestem, hogy ki ez a csávó, és azonnal mindent akarok tudni, és egyből írtam is neked, hogy szeretnék menni hozzád um, egyéni terápiára, mert itt van valaki, aki tudja, hogy mi ez, és nem fogja azt mondani, hogy az a baj velem. És ez az egész így helyreállt, és valójában azért csak ezen az úton mentem végig, ami, a, ami az önismeretről szólt. Csak felfedeztük, hogy mik az erősségei. Csak felfedeztük, hogy mik az erősségei. Csak megbeszéltük, hogy hogy szeretnél élni. Csak megbeszéltük, csak ezt úgy, hogy ez, ez, ez nekem ment. Hmm. Egy olyan módon. Azáltal, hogy te tapasztalati szakember vagy, tudtad, hogy milyen, és nem egy nem, nem meg, tehát a, korábbi coaching az úgy nézett ki, hogy nekem próbáltak felfesteni egy olyan jövőképet, ami, amit nehezen festettem fel, nem tudtam felfesteni, majd arra bíztatni, hogy ez, ami neked most rossz, azt most hagyd el, és dolgozz ezért a jövőképére. Egy olyan feladatért, egy olyan feladatnak hatott, amit nem tudok elvégezni. És egyébként ez logikus is, hogy nem tudod elvégezni, mert én nekem az a tapasztalatom, hogy ez úgy működik, hogy a változtatásra alapvetően kétféleképpen tudjuk motiválni magunkat, vagy kétféle módon vagyunk motiváltak a változtatásra. Az egyik az az, amit én pusnak hívok, amikor valami annyira rossz helyzetbe vagyok, annyira szarul vagyok, mm. hogy egyszerűen én már így nem bírom folytatni az életem, muszáj változtatni. De ez ugye kiégésnél ez egy tök beszűkül tudatállapot, az ember gyakorlatilag pánik reakcióban van, tehát hogy egyáltalán nem tudja végig gondolni, a következő lépéseket, vagy hogy hova szeretne eljutni. Tehát, hogy van ez a push motiváció a változásra, és van a másik, amit a pullnak hívok, amit ez a coach próbált felett csinálni, hogy látok egy olyan célt, ami nekem nagyon vonzó, vonz, ugye, húz magához, és akkor én, mivel ezt már látom, csak meg kell találnom az utat, hogy, hogy, hogy jutok el oda. Csak amikor te ugye válságban vagy, akkor te semmit nem látsz akkor te csak azt látod, hogy valami nagyon nagy baj van, de nem tudsz tiszta fejjel gondolkozni, nem tudsz képekbe gondolkodni, nem tudsz elképzelni szerintem egy, egy ilyen vonzó jövőképet. És én emlékszem, hogy amikor jöttél, ugye az első alkalommal mindig meg szoktam kérdezni a klienseimtől, hogy mi az a cél, amit szeretnél elérni a közös munka során. Mikor fogod tudni azt, hogy mi elvégeztük a dolgunkat? És az egyik cél, amire emlékszem, az a baj, hogy nem hoztam el a papírjaimat, hogy puskázzak, de hogy az egyik cél, amire emlékszem, az az volt, hogy ugye akkor már elindult a vállalkozásod picibe, a meló mellett, és te azt fogalmaztad meg, hogy nem akarom ugyanazokat a hibákat elkövetni, amit korábban a karrierem során elkövettem. Így van. És ugye, hogy ez, ez, ez a push jellegű motiváció, hogy oké, okay, tudom, hogy amit csinálok, az nekem ártalmas, nem akarom ezt többet csinálni, és nem azt kérdeztem, hogy hogy nem akarom ezt csinálni, mm. vagy ho hogy hogy néz ez ki. És emlékszem, hogy közös munka során nagyon sok beszélgetés kellett ahhoz, hogy, hogy egyrészt megértsed, hogy mit, hogy csinálsz, miért nem jó az neked, és utána, amikor már nem voltál ebbe a sarokba szorított, beszűkült tudatállapotban lévő állapotban, akkor kezdett el felsejleni, hogy mégis hogy néz ki az az élet, amit igazából szabadságodban áll saját magadnak megdizájnolni. De hogy ez egy tök hosszú folyamat. Ez nem úgy van, hogy most akkor nem tudom, vegyük elő a boldogságlistájukat, szórjuk ki az asztalra, és akkor szedjük föl. Hanem, hogy ezt, ezt ugye ennek időt kell adni. Ez abszolút így van. Annyival tudom csak kiegészíteni, hogy nekem az is egy új terep volt, hogy saját magamat szempontként felfedezzem. Tehát, hogy és ez ez, ez, nyilván ez az egész, most már tudom, hogy ennek az egésznek azért a, a hátulütője, nem az, hogy nem, tehát az, hogy nem nagyon szeretek magamról beszélni, és ezért nekem egy abszolút komfortzónán kívüli ez a beszélgetés most. Uh, annak, és az, az emberi kapcsolataimban is, uh, aki egy picit figyel a másikra, vagy egy picit figyel rám, uh, hamar feltűnik neki, hogy nem beszélek magamról. És ennek az egyik, hanem és nagyon sokat beszélek, ez nem azt jelenti, hogy nem vagyok kommunikatív. Elképesztő sokat beszélek, túl sokat beszélek. Leginkább azért, hogy ne legyen rólam szó. Leginkább azért, hogy szóljon a másikról. Legyen ő, ő a középpontban, legyen az ő története. És amikor így láttam azt, vezetőként szembesültem azzal, hogy nem nagyon tudok bizalmat és kapcsolatot kiépíteni az emberekkel, hogyha nem vonódunk be valamennyire, nem adok magamból valamennyire, akkor elkezdtem tudatosan erre készülni, és direkt ilyen sztorikat meséltem az életemből, vagy elkezdtünk közösen futni, de az sem arról szólt, hogy én, én megmutatom magam, és ennek, ennek az egyik legfőbb oka, én azt gondolom az, hogy valójában nem vagyok túl jóban magammal amire a férjem nagyon sokszor elmutatott, hogy nekem mindennek ez a minden problémámnak ez a gyökere, hogy, 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 nem szeretem magam. Úgyhogy ezért egyébként az önismereti út, azt azért is utasítottam el nagyon, mert a jó Isten se akarja megismerni. Nem akartam megismerni nagyon saját magamat. mert, mert elfogadni nem akartam hát nem saját Elfogadni se, de hogy, hogy nem is akartam foglalkozni ezzel a problémával, és arra emlékszem, amikor Elkezdtünk mi beszélgetni. Nem nagyon ritka az a helyzet, amikor keresnem kell a szavakat. Tehát, hogy én bármiről tudok, bármilyen témát ide, szerén el, el fog tudni kezdeni beszélni róla. És te elkezdtél rólam kérdezni, és nekem ezen a ponton el kellett azt döntenem, hogy most itt beleállok ebbe a folyamatba tényleg, és valóban magamról fogok beszélni, és nem sztorizok, meg bósítelek, meg, meg viszem el, kanyarítom el, hogy ne jól mondjam, szerintem én beleállok ebbe az egész történetbe, az egy, ö, ö, az azzal járt, hogy kérdeztél tőlem, nem volt meg a szókészletem, a gondolataim magamról nem voltak, nem tudtam érzelmeket megfogalmazni. Nem csak neked, magamnak sem. Tehát ott az nagyon hamar feltűnt, hogy kérdezel velem, és nem tudok rá válaszolni, és basszus, nem is tudom kivágni magam ebből a helyzetből, mert rá fogsz jönni, hogy ez a ennek az a lényege, hogy én, én elkezdjek foglalkozni magammal, és meg tudjam ezeket a dolgokat fogalmazni, és... És egyszerűen annyira a nulláról indultam ebben, hogy az elképesztő. Tehát igen, minden így van, ahogy mondasz, az, azzal a kiegészítéssel, hogy ezt a sok-sok labdát, amit feldobtam a levegőbe, 15 éven keresztül nem jutott eszembe, hogy kéne egy labda, amire a nevem van. Nem azt, hogy nem dobtam fel, hanem hogy egyáltalán kéne egy labda, ami, ami az én labdám, és hogy rá kéne írni a nevem, és fel kéne dobni. A, a, a gondolatnak, hogy a gyökerese volt meg. Hmm. És aztán a viszonylag hamar ö, vetted -e, vagy hoztad be a, a coaching folyamatba ezt a top 5 erősséges ö, metódust, aminél azt éreztem, mikor elkezdted mondani, hogy mit kell csinálni, hogy egészen addig úgy éreztem, hogy bírtalak. <laughs> És hogy ez így menni fog, ez az egész, de úgy érzem, hogy akkor itt most megér rámegyünk arról, mik az erősségeim, és Úristen, tehát, hogy ezt, azt hittem, hogy ez működni fog, és nem fog. De nyilván akartam adni neki egy esélyt, és megcsináltuk. Mit tanultál magadról ebben az önismereti mini-tréningben, amit, amit nem akartál magadról megtanulni? Um, azt tanultam meg magamról, hogy, és eleve ez egy nagy kérdés volt számomra, hogy nekem ebben a helyzetben mire van szükségem, a terápiára vagy coachingra. És egyébként volt is egy ilyen podcasted, és ezt nagyon köszönöm, és mindenkinek ajánlom, hogy hallgassa meg, hogyha ez a dilemmája van, mert a, a terápia az a magam, a, tehát azt értettem meg, inkább így fogalmazom, azt értettem meg, hogy nekem azért van coachingra szükségem mert az, hogy én milyen vagyok, azon én már nem fogok tudni változtatni. Ezt én nem akarom megérteni, nem akarok visszamenni a gyerekkoromba, hogy ott mit semmi, csodálatos szüleim vannak, csönyörű gyerekkorom van, volt, üm, egy borzasztó tragédia történt, 17 évesen elvesztettem autóbalesetben a bátyámat. Ez nagyon sok szempontból üm, megnyomorította az életemet. Én, 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 én ilyen vagyok, és nekem, nekem igazából az a feladat, hogy amilyen én vagyok, azt, azt azzal tudjak dolgozni, és tudjak élni, és tudjak boldog lenni. Én ezt nem akarom már visszafejteni, hogy mitől lettem ilyen, amilyen. Vagy az előbb mondtad, hogy amikor hozzám jött egy terápiára, nem akartam beleszólni, mert flóba voltál, de hogy ez nagyon fontos, hogy ugye én nem vagyok terapeuta, és nem csinálok terápiát. És tök hogy most ezt visszahoztad, ezt a témát, mert, 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 voltak olyan beszélgetéseink, amikor az volt, hogy figyelj, ha ezzel akarsz foglalkozni, ez már nem a coaching keretei közé fér be, hanem ezzel érdemes elmenni terápiára. És te többször tudatosan azt a döntést hoztad, hogy nem, te szeretnéd hogyha mennénk tovább azzal, amit mi csinálunk, és nem mentünk vissza, és nem foglalkoztunk traumafeldolgozással, semmi ilyesmivel, mert hogy ez tényleg nem tartozik abba, amit én csinálok, meg erre én nem vagyok felhatalmazva. Viszont azt kócsként nagyon fontosnak tartom, hogy tudatosítsuk a kliensben azt, hogy mi az az erőforrás, ami rendelkezésére áll. Ahogy te fogalmazod, hogy milyen vagy te, Uh -huh. És abból, ami van, mit tudok főzni. És azt, hogy uh -huh. tudom elfogadni, hogy milyen vagyok. És amikor kijött neked ez a teljesítmény orientált, ez az öcsíver, ami már néha teljesítmény kényszerré válik, nem azt csináltuk, hogy na jó, de most értsük meg, hogy miért van ez, uh -huh. meg hogy uh -huh. most próbáljuk ezt megműteni, meg nem tudom, én micsoda, hanem oké, okay, ilyen vagy, neked ez kell, te ettől érsz el nagy sikereket az életben hogyan tudod ezt úgy csinálni, hogy ne ártsál vele magadnak, hanem hogy ebből te profitálni tudjál. És igazából mi ezzel foglalkoztunk. Pontosan, nem? így van. És hát az öt ö, erősség, ami, ami kijött, azt amikor én elolvastam, azt éreztem, hogy hogy igen, ez vagyok. Igen, rólam szól. Tehát, voltak címkék, amiket kaptam a külvilágtól, volt egy probléma, amit én magam el se kezdtem végig gondolni, tehát én magamat nem címkéztem, és kaptam egy olyan leírást magamról, amire azt éreztem, hogy igen, ez vagyok. És ugye ennek az első pontja az, hogy én egy stratéga vagyok, a második az, hogy, hogy egy achiever, nincs jó kifejezésre. Hát igen, igen teljesítmény. Orientált, nem? De nem, túl jó szóra. Az, hogy, hogy én egy barátságos, kapcsolódó, közösségi ember vagyok, azt, hogy szeretem a dolgokat helyreállítani, és hogy rendkívül felelősségvállaló vagyok. És megmutattad nekem azt, hogy az, hogy, az, hogy én ilyen vagyok, annak van egy pozitív oldala, és van egy negatív oldala. És azokra is abszolút magamra ismertem. Tehát, hogyha most azt nézzük például a stratégiánál, hogy a pozitív oldal, hogy mindig előre látom az alternatívákat, az, hogy nagyon ösztönös is vagyok, és látok különböző utakat, tehát én minden helyzetben egyből elkezdek gondolkodni azon, hogy jó, ha ez van, akkor annak milyen útjai vannak, és merre megy tovább. Viszont nagyon gyorsan döntök, nehéz megérteni a gondolkodásomat, nagyon, nagyon, nagyon sokszor nem értenek meg. Nagyon sokszor évekkel később értenek meg, hogy én ezt mondtam. És hát bizonyos szempontból szűk látókörű is vagyok. És az, hogyha a pozitív oldalam, hogyha egy olyan környezetben vagyok, amiben sokkal inkább meg tudom élni a pozitív oldalamat, akkor vagyok jól. És ez egy őrületesen nagy tudás volt, és ez egy konkrét segítség. Igen, ez is a bajom volt, a korábbi coaching és minden ilyen önsegítő hogy nagyon elnagyolt volt, és nem éreztet, ment, ment a bla, bla, bla 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 jó, és akkor mit kell csinálni? És én, én ezt nem láttam, és ezt kaptam meg ettől, hogy az, hogy mondjuk öcsiver vagyok, az tök jó, mert hogy fáradhatatlan vagyok, és nagyon erős a, a munkamorálom abszolút példával vezetek, és így megyek előre, mint a güző, amíg el nem érem, amit szeretnék. Van bennem egy ilyen állandó, állandó hajtás, de ez azzal is jár, hogy kiegyensúlyozatlan vagyok, hogy, hogy nagyon keveset beszélek magamról, a másikat sokkal többször direkt elkezdem a másikat dicsérni azért, hogy jó benyomás kell csak mert ez azt jelenti, hogy akkor nem rólam van szó, és nem derül ki, hogy valójában én egy nagy nulla vagyok. Um, Ami ugye túl... nem így van. De kár, hogy csak most mondod, miért most? Um, az, hogy túlságosan elkötelezett vagyok, nem tudok nemet mondani, ezek mind, -mind ide tartoznak. És, és amit én korábban úgy éreztem, hogy de is hülye vagyok, hogy miért nem tudok nemet mondani, nem hülye vagyok, hanem ez van bennem. És ezt nekem el kell fogadnom, és el kell fogadnom azt, hogy. Hogy hogy legyen egy képem arról, hogy bizonyos dolgok igenis azért mondjak nemet, mert akkor amit én szeretnék, arra tudok igent mondani. És ez egy, ez egy, ez egy kapcsoló volt a fejemben, amit átkapcsoltunk ezeken az alkalmakon. Meg ugye az előbb mondtam, hogy a coachingnek egy nagyon fontos célja, vagy feladata szerintem a coachnak, hogy tudatosítsa az erősségeidet. És a másik, amit tudok adni, vagy lehet adni coachként, az egy új szemléletmód. És én nekem az, azért is volt sikerélmény veled dolgozni, mert látom most is, ahogy beszélsz erről, hogy ez sikeres volt, egy új Éh. szemlélettel, amiben benne van az, hogy gyerekek, 40 éves vagyok, én már 46, ez van, ilyen vagyok, de nincs jó meg rossz tulajdonság, hanem tulajdonságok vannak, azoknak a kombinációja, és minden tulajdonságnak van árnyoldal, ahogy te mondod, de ugyanannak a tulajdonságnak is köszönhetek mindent, amit, amit, eddig elértem. És ez nekem nagyon sokat segít az elfogadásban, és azt gondolom, hogy neked is nagyon sokat segített az elfogadásban, és olyantól ez az ember nem ostorozza magát, hanem tudja, hogy ó, igen, ennek az erősségemnek most becsúsztam az árnyoldalába. Miért? Valószínű, Föl, fölbillent az egyensúlyom. Miért? Valószínű, valami történt. És akkor már nem magadba kezded el keresni folyamatosan a hibát, hanem megállsz, körülnézel, valami nincs rendben, mi nincs rendben, hova nyúljak. És ezzel egy csomó önmarcangolást, meg nem produktív, eh, hogy is mondjam, önutálatot meg tudsz magadnak spórolni. Figyelj, Nikó, annyit még így a végén azért mindenképpen mondjál el, hogy hogy a történethez hozzátartozik, hogy, Ugye már ott akartad hagyni a, a klinikát, és aztán jött a COVID, ami, ami egy tényleg precedens nélküli krízis helyzet volt, ami miatt te nem is tudtál úgy eljönni, ahogy szerettél volna, sőt, még hogyha jól emlékszem, akkor még kihívást is találtál ebben, hogy ott segítsen nekik kommunikációban, működésben, hogy hogy vészeljetek át ezt a, ezt a nagyon nehéz időszakot. Tehát, hogy nagyon elnyúlt az az időszak, amikor te el tudtál jönni a klinikáról, és teljes mértékben a saját vállalkozásodra tudtál fókuszálni. Azt el nekünk így a végén, hogy most, hogy most már nem tudom, mióta fél éve nem vagy ott, vagy valami uh -huh. ilyesmi, mennyire érzed azt, hogy az eredetileg megfogalmazott célod sikeresen tudod megvalósítani, hogy nem követed el ugyanazokat a hibákat, mint korábban az új életedben, és milyen az új életed, milyen az, hogy te is, benne vagy azokban a labdákban, amikkel zsonglőrködsz. Hogy éled most az életed? Uh, igen, a világ leghosszabb felmondási idejét töltöttem. <síns> <síns> uh, és az utolsó hetemen uh, jött a COVID. Uh, tehát az, az a három hónapos átadási folyamat legvégén, az utolsó héten uh, robbant be a COVID-válság. Uh, uh, és... Nem beszéltünk róla, de de ezt azért tudnotok kell, vagy tudnot kell, hogy hallgatóknak látnia kell, hogy én borzasztóan erősen kötődtem a, a klinikához és az ott dolgozó emberekhez. Családomnak tekintettem őket, nagyon fontosak voltak nekem, és fontosak a mai napig. És az elengedésükben nyilván benne volt az is, hogy nem akarom őket cserben hagyni. És amikor berobbant a, a COVID, nem volt kérdés, hogy, hogy nem nem jöhetek el. És három hónapot úgy dolgoztam, hogy én voltam a... Ott, ott válság idején kell egy válságmenedzser. Tehát ott, ott nincs az, hogy minden területen van egy vezető, ott össze kell vonni mindent, és egy kézbe kell adni. Ez voltam én. Volt válságkezelési tapasztalatom, és, és, és meg tudtam csinálni. Én azt gondolom, hogy nagyon a számok alapján is, és a visszajelzések alapján is egy sikeres válság, kommunikációt csináltunk meg, ami, ami egyáltalán nem esett nehezemre. Emberileg beleállni ebbe a döntésbe, és a munkafolyamat nem esett nehezemre, úgy, hogy természetesen húsz órát dolgoztam, és közben online óvi, és online iskola, és minden, és, és, és nagyon, nagyon mélyre, mélyre vitte ez, ez egész. Tehát a kimerültségemet már nem lehetett fokozni, mégis sikerült. És aztán amikor eljött a tavaly nyár, uh, akkor én, én végleg eljöttem, befejeztem a munkát, minden a helyére és elindult egy regenerációs időszakom, ami... Ami nem két hét szabatika. Ami nem két hét szabatika volt, és... Uh, uh, és ott éreztem azt, hogy valójában milyen borzasztóan nyomorult állapotban vagyok. Képtelen voltam olvasni, képtelen voltam aludni, gondolkodni, az az egész nyár, ez egy ilyen lebegés volt, amikor én úgy éreztem, hogy nem is kapcsolódom a külvilághoz, nagyon szembesültem, elmúlt az adrenalin, csak csak az az iszonyatos üresség, kiürültség, krónikus fáradtság, rossz kedv, lehangoltság, reményvesztettség, céltalanság, amit el tudsz képzelni. Semmi nem ment. Nem bírtam futni, nem, semmi, semmi nem ment. Minden, ami vagy funkcionál egy ember, hogy mozog, hogy fel kell, hogy fölött, nem ment semmi. És aztán eljött az ősz, amikor, amikor elindult az iskola, meg elindult az OVI, és, és ott, ott, azért helyzetbe kerültem, hogy azért már elkezdem magam összeszedni. Ott nagyon lassan elindult egy, egy építkezés, hogy akkor mégis ezt hogy szeretném csinálni. Szóval azért azt mondom, hogy, hogy a kiégés után nekem nem, nem szabatikál jött, hanem a napi ügymenetet megpróbáltam megcsinálni, valamennyire fókuszálni, és elindulni egy regenerálódás útján. És ugye ekkor mi még aktívan együtt dolgoztunk, és valójában úgy fogalmaztuk meg, hogy na, akkor amiért jöttem hozzád, hogy hogyan kéne felépíteni egy, egy életet kiégés nélkül, és egy harmadik munkahelyet kiégés nélkül, azon elkezdjünk dolgozni, akkor akkor én nagyon-nagyon sokat dolgozni kezdtem azon, hogy ezt mégis hogy fogom csinálni. És akkor ugye jöttek a, a, a hős útjába, én nagyon belekapaszkodtam, mert fogalmam nem volt, hogy mit kell csinálni, és amikor ezt megmutattad nekem, én így próbáltam elképzelni, és el, elindult egy, egy napi funkcionalitást, helyreállító szakasz, amiben elkezdtem megpróbálni felépíteni magamat, hogy, hogy egyetem mit kell csinálni hogy hogyan állok neki ennek a feladatnak, mert ezt viszonylag hamar értettem meg, hogy ezt rajtam kívül más senki nem fogja megcsinálni, tehát hogy e ezt te se fogod megoldani helyettem, úgyhogy ezt nekem meg kell csinálnom. Nagy felismerés és helyes. Igen. És aztán uh, ugye eltelt az év, egy ilyen nagyon-nagyon minimálban uh, tényleg megpróbáltam funkcionálni, Uh, többször megpróbáltak visszahívni a klinikához, volt és amikor egy picit vissza kellett mennem segíteni, uh, és azt nagyon éreztem, hogy, hogy nem, tehát hogy ezt, 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 elvágtam, tehát ez nincs, biztos, hogy nem fogok visszamenni már, de, de én ott befejeztem egy munkát, nem veszek részt egy következő fejezetében a klinika életének, és tudom, hogy nagyon nehéz, és ez a mai napig nehéz. Tehát két nappal ezelőtt is bent voltam anyukámmal, és nagyon nehéz volt bent lenni. Mm -hmm. Úgyhogy ez egy nehéz, nehéz váltás volt, és ezen a változás útján aztán jöttek a, a, a napló, napló, tehát jött a írkompass évelején, akkor, akkor hú, akkor most nagyon nekiállok, akkor most kitalálom az életemet, és akkor megcsinálom a írkompaszt, akkor mindenféle coaching füzetet. Um, Kérd írtam magamnak, akkor csináltam élettervezést, havi tervezést, heti tervezést, napi tervezést, hogy akkor ezt hogy kéne csinálni. Azt hiszem ezen a ponton valahol elkezdtem azt érezni, hogy, hogy keresem az utam, hogy ezt hogy fogom megcsinálni, azokra az értékekre alapozva arra az önismereti útra, amit. amit, amit amire rá tudtál engem vezetni. Sokkal inkább mentorként tekintettem rá ebben a folyamatban, mint, mint coachnak, de ez talán csak megfogalmazás, de számomra azt jelentette, de hogy rávezettél arra az útra, ami valójában egy önismereti út, de a számomra elfogadható út, és ami, ami el tudtam indulni. És aztán kerestem ennek a technikáját, és nekem egy kézzelfogható technikára volt mindenképp szükségem, mert én uh, nekem gyakorlatilag dolgokra, akkor most pontosan mit kell csinálni. Milyen listát lehet naponta kipipálni? Milyen listát lehet kipipálni, és én írtam 5000 féle listát, és ez most már csak nagyon kevés maradt meg. Tehát hmm. a mai napomra azt tudom mondani, hogy a hetemet megtervezem, a napomra van egy körülbelüli tervem, de a nagy részét elengedtem. Hmm. Úgy engedtem el, hogy beépült. Tök jó. Tehát meg én azt gondolom, hogy meg tudtam találni azt, a, azt, a, azt az állapotot, vagy azt, a, ahol, ahol én egyensúlyi állapotot fogok tudni elérni. És nem tudom azt mondani, hogy készen vagyok, azt tudom mondani, hogy el tudtam pár héttel vagy hónappal ezelőtt azt éreztem, hogy mi végeztünk, mert eljutottam oda, hogy tudok ezen az úton menni, de ennek az útnak azért még mindig nagyon az elején vagyok. Hát a vége mert ugye az a temetés, vagy az az előtti <laughs> esemény. Akkor remélem nagyon messze vagyok. Tőle. Igen. Ugye azt azért tudni kell, hogy az én munkám akkor sikeres, amikor én kiszervezem magam az életedből, vagy a kliensnek az életéből. És azért az utolsó időszakban már úgy ritkítottuk az alkalmakat, Igen. már csak havonta egyszer találkoztunk, mert éreztük, te visszajelzésed alapján, hogy, hogy ez még azért segít neked, de azért próbáltad már önállóan ezt az utat megkeresni, amikor már kezdtél jobban lenni. Igen. És én láttam, hogy tök jó irányban mész, nekem nagyon tetszett, és úgy éreztem, hogy ez hozzád passzol, amit te kitaláltál, hogy hogyan fogod szervezni az életedet, vagy hogyan fogod ezeket a kis privát listáidat kitalálni. De hogy, hogy, látni kell azt, hogy, hogy nincsen recept, hogy mindenkinek saját magának kell Megtalálni azt, ami neki működik, és lehet, hogy ez most tök elcsépelten hangzik, de hogy igazából az a jó, hogy te neked ezt nagyjából sikerült. Vagy hogy nyilván még ezt folyamatosan az ember adaptálja a napi hangulatához, vagy az, hogy milyen életkörülményben van, de hogy ez nem olyan dolog, hogy most ezt egyszer kitalálom, és akkor az életem hátralévő részében működik, hanem odafigyelek magamra, tudom, mik az igényeim, tudom, mi a jó nekem, és amikor kell, akkor ezek, ezekhez hozzányúsz. Tehát ez nincsen soha kész. Meg az önismeret is hogy nincsen soha kész. Lehet, lehet hogy elcsépelten hangzik, de nekem ez volt a garantált világ megváltás. <laughs> ez nagyon jó branding ide. Hogy amikor ott hagytad tavaly nyáron a klinikát, és jött ez a nagyon nagy kimerültség, amikor már tényleg próbáltad összeszedni magad, meg feltölteni magad. Mennyi idő után kezdted el azt érezni, hogy újra ember vagy? Mennyi idő kellett uh -huh. neked ahhoz, hogy visszajöjjön valamilyen szinten az energiád? Nagyon belevetettem magam abba, hogy akkor most ez a feladat és az a üzemmódom az nagyon bekapcsolt. Tehát ez a listagyártás, meg akkor természetesen a, azért a írkompaszban, az évtervezőben, az nyilván ilyen volt benne, hogy akkor maratont futok, akkor, akkor tehát a nagy, tehát személyes célokat fogalmaztam meg, de ilyen nagyon öm, öm, úgy, ahogy én működöm, listák, célok, gyerünk, kemény munka, menni előre, stb. 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 És nem ment. <laughs> nem tudtam futni. Öm, nem, amilyen személyes célokat megfogalmaztam, nem is tudtam rá gondolni, hogy ezen elinduljak ezen az úton. Volt egy nagyon érdekes beszélgetésem egy pszichiáterrel, a baráti beszélgetés volt, aki meg tudta magyarázni nekem olyan módon ezt a szabatikált, ami, ami számomra elfogadható volt, és ez egy nagyon fontos pont volt ebben az útban, hogy hogy ne ezt csináljam, hogy akkor most átpörgetem magam az öcsével üzemmódomat arra, hogy akkor most az a feladat, hogy hogyan legyek jól, meg hogy hogyan építsek fel új életet. És ő azt magyarázta el nekem, hogy valójában ez az állapot, amit a kiégés okoz az emberi szervezetben, az egy, egyszerűen kiürül a szerotonin raktárunk. És arra van szükség, hogy ezt visszatöltsük. Én ezt az alkotói szabadságot, ugye magyarul, ahogy, ahogy nagyon ritkán hívjuk, ezt én mindig úgy képzeltem, hogy két ilyen meghalunk projekt között elmegyünk egy két hetes pihenésre, és én nevetségesnek tartom, hogy elmegyünk fazekaskodni, meg akkor elmegyek egy ilyen önismereti tréningre, meg akkor nem tudom, kitalálom, hogy én leszek a coach, tehát hogy ilyen sztorikat hallottam erről, és úgy éreztem, hogy szerintem ez, ez, ez teljesen tévútra visz. Um, de megértettem azt, hogy nekem ezt a raktáramat fel kell előbb töltenem ahhoz, hogy, hogy igazán tudjak működni. És ez egy nagyon fontos figyelmeztetés volt, hogy, hogy ő azt mondta, hogy nagyon sokan, akik nem változnak, nem maradnak benne a változás, tehát nem, nem kötelezik el magukat, nem döntik el, hogy ők maguk szeretnének változtatni, ilyenkor kezdenek el antidepresszást szedni, hogy ezt a szerotonin raktárat mesterségesen kívülről. tudják kívülről feltölteni, annak érdekében, hogy tovább tudják folytatni azt az életet, ami valójában a raktár kiürüléséhez vezetett. És ez számomra egy, egy, egy tudományos, élettani, konkrét magyarázat volt arra. Természetesen nem szeretnék antidepresszáns szedni, és nem szeretnék hazakastam folyamra sem menni, és nem szeretnék visszatérni oda, hogy 200 órát dolgozom, és 4 órát alszom egy nap, mert két évig 4 órát aludtam egy nap, oda nem akarok visszatérni. De el kell fogadnom azt, hogy úgyse fog menni, hogy akkor én most itt iszonyatosan rápörgök arra, hogy ott most ez a feladat, hogy én ezt hogyan csináljam másképp. És ez az egész felismerés elvitt oda, hogy elkezdtem egy valódi regenerációt, és elindult egy valódi regenerációs folyamat. És két héttel ezelőtt azt éreztem, a, ültem a férjemmel a kanapén, és terveztük a nyári programot. És elképzeltem a nyarat, és egy nagyon jó nyaram lesz. Amire nem késve érkezem, ami nem arról szól, hogy um, hogy um, két hét kell -e arra, hogy elengedjem a dolgokat, um, akkor oda tudok figyelni arra, hogy, hogy mit csinálok. És bedobnám a mindfulness, de az a másik, amin egy kicsit azért így mosolyogni szoktam. Tehát, hogy valójában azt, amit csinálok, azt élvezem, és ott vagyok abban a pillanatban. És azért is tudom elképzelni, mert mostanában a hétvégéim ilyenek. Tehát a péntekeim olyanok voltak, hogy pénteken a férjem fektette a gyerekeket, amíg én valami elképesztő bugyuta sorozatot néztem, amire csak így bambultam, Hosszú órákon keresztül hogy le tudjam tenni a hetet. Aztán szombaton nem szóltam senkihez. Vasárnap kezdtem el úgy nagyjából funkcionálni, és egy-két jó órám talán volt. Mm. És most olyanok a hétvégénk, hogy, hogy élvezem, hogy együtt vagyunk, és valóban boldog vagyok, és ott vagyok ezekben a pillanatokban lett egy kutyánk közben. Gyerekkori álom, ugye? Ami gyerekkori álom volt, és vele még teljesebb lett a családunk, és, és most arra gondolok, hogy most ott vagyok, hogy, hogy lesz egy jó nyaram, és nagyon várom. Amibe te is részt fogsz menni. Hogy lesz egy jó nyaram, amire nem késve érkezem, amire, amire amin én is részt veszek, amiben én is benne vagyok, az én vágyaim és élményeim is benne vannak, benne vannak, amit nem úgy fogok megélni, hogy jól ki kell most pihennem magam, hogy aztán ősszel szét tudjam magam csapni teljesen, és nagyon sok mindent el tudjak érni ősszel, hanem, hanem azért legyen ez a nyaralás, hogy valóban élvezni tudjam. Én azt hiszem, hogy ennél jobb bizonyíték nem kell arra, hogy, hogy ráálltál arra a pályára, ami nem ugyanoda vissza, ahol korábban már többször jártál. Én nagyon köszönöm neked, hogy, hogy azért csak sikerült személyes dolgokat megosztani velünk. Biztos vagyok benne, hogy a hallgatóknak ez, ez sokat ad, úgyhogy nagyon köszönöm neked. Van-e valami záró gondolat, záró üzenet, ami, ami, amit esetleg tudnál nekünk tanácsolni, amit te tanultál? Um, azért izgultam el miatt, a beszélgetés miatt, mert bár kommunikációval foglalkozom, és én azt hiszem, hogy eléggé összeszedette én, és meggyőzően tudok kommunikálni, kivéve, ha magamról van szó. És um, igazából most így visszagondolok erre a beszélgetésre, ezt még inkább megerősítem, hogy ha ez egy szakmai beszélgetés lett volna, akkor sokkal összeszedettebb, lettem volna, és sokkal jobban beszéltem volna. Mint ahogy mondtam, a, a, magamról való beszélés, ez nekem egy új dolog. És ezt most is éreztem, hogy egyébként nem tudok jól beszélni magamról. Tehát, hogy nekem az egy nagy lépés, hogy beszélek magamról, de még mindig nem tudok jól beszélni magamról. Úgyhogy, ha megengeded, akkor, akkor ezt az összegzést olyanra bíznám, aki, aki ehhez um, sokkal szebb dolgokat tud mondani. Én készültem egy idézettel, ha lehet. Tök jó meglepett, és hogy ne lehetne? Uh, igazából kettővel, de nem meglátjuk, hogy a másikat szeretnéd-e. Um, szóval ebben a regenerációs időszakban, azon a ponton, amikor már megértettem, hogy nekem vissza kell töltenem a szarotonin raktáramat. Um, elkezdtem nagyon sokat olvasni, rettentő sokat olvasni, nem szeretek olvasni egyébként. És hát Edith Éva Eger könyveit is elolvastam, és megtalált benne egy pár sor, amit szeretnék nektek elmondani, amit szeretném neked elmondani, ami úgy érzem, hogy mindent összefoglal. És ez annyira annyira jól összefoglalja a, ezt az egész, az én történetemet úgy érzem, vagy amit én érzek, hogy ezt azóta is naponta előveszem, és el szoktam olvasni, úgyhogy én ezt osztanám meg. A változás arról szól, hogy megszakítjuk azokat a szokásokat, vagy viselkedés mintákat, amelyek már nem hasznosak számunkra. Ha értelmesen meg akarod változtatni az életed, akkor nem csak elhagysz egy diszfunkcionális szokást vagy hitet, hanem egy egészségessel váltod fel. Megválasztod, merre felé indulsz tovább, találsz egy nyilat és követed. Ahogy elindulsz az úton, fontos, hogy ne csak azt gondold meg, mitől akarsz megszabadulni, hanem hogy mit szeretnél szabadon csinálni, hogy mivé szeretnél válni. Végül, amikor megváltoztatod az életed, nem az a célod, hogy az új éned legyél. Az a célod, hogy az igazi éned legyél, az egyedüli gyémánt, ami soha többé nem fog létezni, és semmivel nem lehet pótolni. Bármi történt veled, a döntéseid, amiket mostanáig hoztál, ahányféleképpen próbáltál helytállni, az mind számít, mind hasznos. Bármit csináltál, azt hozott el idáig, eddig a pillanatig. A szabadság végső kulcsa az, hogy folyamatosan azzel válj, aki vagy. Ámen. Én nagyon szeretem Edith Téva Ez most az új könyvéből van, ugye? Igen. igen. Mondtad, hogy aztán még egyet? Uh, igen. Uh, ez a másik, ami, ami ugyanezen a lapon van, uh, ami Vörös Sándornak egy, uh, egy verse, szembefordított tükrök. És a költészet az nem, az tőlem távol áll. Én azt hiszem, hogy középiskolában olvastam utoljára verseket, és Nyári Krisztiánnak köszönhetően, aki valahogy visszahozza az mindennapi, hétköznapi életünkbe a versek szeretetét, megtalált egy vers, és, és nagyon szívesen elmondom ezt is. Az a címe, hogy szentbe fordított tükrök. Úgy hangzik hogy örömöm sokszorozódjék a te örömödben, hiányosságom váljék jóságá benned. Egyetlen parancs van, a többi csak tanács. Igyekez úgy érezni, gondolkodni, cselekedni, hogy minden, mindennek javára legyél. Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás. Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létre. Az igazság nem mondatokban rejlik, hanem a torzítatlan létezésben. Az öröklét nem az időben rejlik, hanem az összhang állapotában. Hmm. Nagyon szép, nagyon szép, én most ehhez nem is teszek hozzá semmit. Itt elbúcsúzunk, jó, és tényleg nagyon örülök, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kedves hallgató, köszönöm a figyelmed. Remélem megérte végig velünk maradnod. Ha már ideig eljutottál, akkor szeretnélek még megkérni arra, hogy iratkozz föl a Halottnak a Kócs Podcastra azon a lejátszón, ahol éppen most hallgatod. Keresd meg most, és nyomd meg a subscribe vagy a follow gombot, ha még nem tetted meg. Az is nagyon sokat segít, hogyha mesélsz a műsorról egy barátodnak. Megköszönöm. Kérlek, támogasd a munkámat havi egy kávé árával a Patreonon. Csatlakozz az online támogató közösségünkhöz a Facebookon, keresd a Halottnak a Kocs Podcast közösség csoportot, és ne felejts el követni az Instagramon. Amennyiben szeretnél velem dolgozni, egy egyéni tanácsadás keretében, vagy csatlakoznál valamelyik csoportomhoz, esetleg meghívnál a cégethez workshopot, vagy több beszédet tartani, akkor a részletekért látogass el a bánandrás.hu weboldalra. Az egyéni konzultációval kapcsolatban röviden annyit kell tudni, hogy alapvetően kétféle szolgáltatást nyújtok. Van egy hibrid coaching, ami önismereti mini tréning, coaching és tanácsadásnak a keveréke. Ennek a programnak van egy gerince, de abszolút személyre szabott, ezért lehetetlen megjósolni, hogy pontosan hány alkalomra lesz szükséged, hogy elérd a velem közös munkával kapcsolatban kitűzött célodat. A másik együttműködési forma a rendszeres és tartós vezetőtámogatás, melynek során hosszú távú szakmai, kommunikációs és lelki segítséget nyújtok új és tapasztalt magányos vezetőknek. Azt tudtad, hogy már több nagy vállalattal is dolgoztam együtt sikeresen? Például a Danonnal vagy a CPI-jal. Előadásaimmal segítettem nekik érzékenyíteni a munkatársakat a kiégés és a mentális egészség témakörében. Employee Wellbeing szakértőként szervezek workshopokat is cégeknek, ahol a csoportos coaching módszerét alkalmazva tudok elérni változást a csapat működésében. Vállalok ezen kívül podcast készítést is, a koncepció kidolgozásától a műsorvezetésig. Az Ericsson Magyarországnak például egy olyan nyolc részes sorozatot fejlesztettem ki és gyártottunk le, amely a COVID-járvány és a kényszerű távmunka okozta mentális kihívások kezelésében segítettek a majd 2000 magyar alkalmazottnak. Írte is bátran az andrás.b, Kom címre, ha bármi kérdésed van a közös munkával kapcsolatban. Bár András voltam, köszönöm már a figyelmed, ami hamarabb viszont hallásra.